és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk, 13 perccel szállingozik a hó, seggen csúszik az igazgató. Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Nem vagy, ezek a régi sztorik, ezek olyan jók, hogy megúszgatják az emberek a lelkét, meg a szívét. Jó reggelt mindenkinek! Hoztál nullásgépet? Most nem. Figyelj, egyszer tényleg három napig szokott bent lenni általában, ez az az alap. Azt mondod, hogy holnapra hozzam be, én behozom. Tudod, hogy megjegyzem, felírom, itt lesz. Csak léci, akkor használjuk. Mondjad, hogy csinálj, már utána három napig bennáll, én hazaviszem. Én nem fogom itt, mert vég a végén. Még valaki elviszi. Szőrén, szálán, vagy stílszerű legyek. De tudsz vágni? Tudsz. Igen, így ritmusra is. Hogy de tudnám? Bármikor megcsinálom neked. Csak léci, akkor tényleg másnap ne az legyen, hogy rohansz, vagy elfelejted, vagy ilyesmi. Ben van. Múltkor is ben volt, három napot. Mondtad, behoztam, itt volt. Letoltam volna. Bemelegít, még a kezeimnek is hoztam. Hogy hívják ott? Bemelegítőt. Krémecské. Így van, hogy nem arra merevek az ujjai. Ja, aztán ja, abból nem kérem. Ja, jó, hát mindent értel, akkor bátricsgáltam akkor. Túl gondoltad ezt a hajvágást, igen. Na itt vagyunk, drága hallgatók, mindenki induljon egy kicsit előbb, mert hogy szállingózik a hó, mit mondott, milyen hó? Látvány, látvány. Mit mondott? Látvány hó van, tehát tényleg nem veszélyes, de azért itt ott csúszik, itt mindig ott. Mindig vág az agy, amikor visszajön Szabidon. Kicsit kipérni magát egyből. Az annyira hasít. Őrült jó pofazák. Látvány hó van, de egyébként tényleg igazából nem komoly, de pont jó. Arra jó, hogy az autót megcsúszol, kicsit kilépsz, lelépsz a BKV járatra, hogy picit megcsúszál, kicsit popsira üljél, kicsit kitegy az autó fenekét, úgyhogy előbb kell elindulni. Meg azért azt megszokhattuk, hogy ugye bármilyen mennyiségű csapatokban, tehát tényleg bármilyen, az abban a pillanatban megzavarja az autós társadalmat. Tehát bármennyi. Ja, tök minden, bármennyi. Persze, és mindegy, hogy milyen formátumban esik, ha eső, akkor azért, akkor előveszed, mert ez az esernyőd, az igen. Autó. Ha hó van, akkor azért, mert biztos elcsúszol majd gyalog, akkor ezért veszed elő, tehát így van. Valami csillog az aszfalton, és akkor már rögtön indisponáltan válnak ez néhányan. A kis hó, ez csak itt van egyébként, mert itt parkol egy autó ő nem tudom, hogy honnan jött, de egy 10 centis hóréteg áll rajta. Igen, és egyébként ez meg tök veszélyes. Múltkor láttam egy videót, hogy autópályán ment valaki, ez még külföldi, azt hiszem Amerikában, és lefújta az előtte lévő autó tetejéről egy ilyen félig megfagyott hódarabot, és beverte a szélvédőjét a csávónak. Atyai, ilyen fedélzeti kamera volt, az most meg... Ez jó nagy jégdarab lehetett azért akkor. Hát figyelj, körülbelül nem tudom, egy ilyen 15-20 centi átmérőjűt lefújt a tetejéről, alákapott a szél, megemelte, paf, és beverte a szélvédőjét. Úgyhogy ez tök veszélyes, hogyha nem takarítod le a kocsidat. És csomóan nem csinálják. Na, mit ír az applikáció? Már Móni írt, hogy itt teszél az autót délután a Népligetbe, hogy behozza a hanyírot. Megírtam neki, hogy ne legyünk már csicskák majd. Azért ennyire ne legyünk már kézi vezérlésűek, hogy érted, hogy Balázs mond valamit, hogy hívják, akkor negyed hétkor és negyed hét után egy percen már itt van a megoldás. Nem! Nem! De igen! Nem! Mi újság egyébként? Minden oké? Minden rendben van, én ezt a szerdát nehezen tudom túlélni általában, de a csütörtök az már megint, hogy hívják, újabb lendületet adni, tehát én bekapcsoltam volna a nitrót, komolyan mondom. Azért, mert csütörtök van? Igen, én utálom a szerdát, de tényleg szívből jövőre. Félig rossz volt, de utána rögtön jó. Légy és mondd el, hogy állunk a tenisszel. Kérlek szépen, 2800 forintot kerestünk volna, hogyha ez igazi pénz volna. Ne, hát, hogyha föltesszük a 20 000-et. Mert ez csak játék, persze. Hát 20 000 játékpénz, és akkor én mindig megnézem, hogy ha ez az... De jó vagy! Csörög a kasza! Csörög ne, de én ezt fölírtam, hogy már 2800 forintunk lenne, ha játszanánk rendesen. Jó, úgyhogy mondhatod mára is a tippeket. Jó, mondom neked a tippeket majd később. Itt ülök, hogyha bármi van, azonnali fogadást erre, aki most játszik például, és akkor... Mert hogy tegnap még beradvanszkáztál. Ugye arról beradvanszkáztál egy durvált. Azt bemondtam a Radvanszkát, bemondom neked a maiakat is egyébként nagyjából, és keresünk egy kis játékpénzt. Jó. Illetve keresek neked egy kis játékpénzt. Nagyon helyes. Nagyon rendes. Ennyire tartozol neki. Köszönjük szépen, úgyhogy tényleg, amit mondasz, én fejben megteszem, papíron vezetjük. Ennyi. Mintha lenne pénzünk, mintha rendesen játszanánk. Uh-huh. Mintha. Hát el, nem abszolút. Az egy élő fogadás lett volna, ugye? Az élő is volt a miénk. Má úgy lett volna, hogyha elviekben mozogtuk, ugye alapvetően. Egyébként most is, ebben a pillanatban is azért vannak izgalmas sztorik. Például ez a Raonic Robredo.
történet. Viszont azt tedd meg a Raonicot nyugodtan. Lehet még rátenni? Elviekben igen. Hát igen. Sokat nem fog rám állni, mert most már, hogyha a Robredo innen visszajön, akkor 19. Nem tudom, mennyi az eredmény. Nem tudom, mennyi az eredmény. 2-0. 2-0 Raonicnak, azt mondtam, azt nem is látom. Azt láthatatlanban mondom, hogy ez Raonic. Hát ez öreg már Robredo. Nyugodtan megteheted, ha még meg lehet. De nem is láttam, hogy ez 2-0. Ami most kezdődött, az a Smicek Trojki. Ott Trojki. Smicek Trojki. Igen, igen, hát. Trojki. Trocki. Nem? Trocki egyébként, igen. Micsoda? Mindegy. Trocki. Trocki. Hát jó, de Trockire minek terek? 1-0-7. Tehát, aha, hogy ezt fölteszel rá. Na de hátha meginog. Tehát 700 hátha is benne van a bundában. Igen. De lesznek majd nagyobb ocok, főleg amikor már nagyobbak játszanak nagyobbakkal, ott már azért lesz ilyen 2-5, 1-8, 1-8, 1-5, tehát ott már jó pénzek. Ott már jó pénzek lesznek. Na, drága hallgatók, hát kivel mi van, hogy indult a reggeletek, meséljetek nekünk, írjatok SMS-t, és ébredjetek. Ébredjetek ti is velünk. Természetesen. Velem az ig egyat a világon nem történt ilyen semmi. Tök csendes nem. Nap volt. Dolgoztam mi? Nagyon sokat. Ó, te szegény. Dolgoznom kellett. Új műsor vagy régi műsor? Felújítása. És rájött a rádióban még délután egy kis gangsterkedtünk, úgyhogy vissza kellett ide is jönnöm. Úgyhogy volt meló, de az ég egyet a világon semmi. És este mikor értél haza? Megcsókoltad még gyerekeidet, vagy már aludtak? Olyannyira megcsókoltam, hogy óvodába mentem. Na hát akkor tényleg? Az után igen. Már egy gond volt benn? Rendbe tetted őket? Még visszaívtak a régi én óvodámból, mert nem tanultam meg egy-két dolgot. Egyről összefújt a Neoluxra a kadusnak a hátát. Ott probléma, igen, arra mentem be, hogy föl van szakadva az áll a kicsit, és aztán kiderült, hogy ott valami kumitét végzett az egyik kis ovistársával, és akkor az ember ilyenkor próbál nagyon elbeszélgetni, igazságot tenni, ráébreszteni a gyereket arra, hogy mit csinált rosszul, mit kellene máshogy csinálni. A másik gyerek már nem volt ott. De hát én mindig a saját gyerekemmel beszélgetek. Felnyomtad volna a plafonra a kis csávok? A másikat? Hát persze. Há nem, oldják meg. Ludas volt a Benny is azért benne, úgyhogy egy nagy elbeszélgetés volt már ott az öltözőben. A gyereknek akkor az sebb volt az állánk, úristen, mi történt? Nagyon cuki a Benny. Helyre kellett tenni a másikat? Megint beszólt valamit a Bundesőre? Nem, a másik gyerek már nem volt ott, de nem is tettem volna helyre, mert nem szeretem. Maximum a szülővel beszél az ember, de hát ez az ő csörtéjük volt, én a Bennyt próbáltam ráébreszteni, hogy mit csináljon legközelebb máshogy. Tehát nem könnyű, mert tudod, be neki meg ott van az igazságérzete. Kettős fedezékincsem. Jobban mint az állat máskor. Jó, hátsó kezes indít. Igen, megelőző balosok, utána pedig a jó. Szurkáló bal, és amikor belelép, akkor. De hát egy muszáj volt egy kicsit leszúrnom, mert benne volt a verekedésbe. Fakockavárat építettek, és aztán ott eltört a mécses nálok. De ez baj, hogy egy kicsit két fiú gyerek kakaskodik? Vagy túl nagy volt a seb? A seb az hamar begyógyul, nem az volt a baj, hanem az volt a baj, hogy Benny úgy érezte, hogy ha közösen építenek egy várat, akkor ő azt utána azért egy tolvonással lerombolhatja. Aha. De hát ezt, ha mondtam neki, hogy ha közösen építitek, akkor meg kell kérdezni a másikat, hogy te lerombolhatod-e. Vagy romboljátok közösen. Azért te meguntad a kockázást, azért azt ő még ugyanúgy építette. De hogy ő engedte oda építeni. Aha. Hát de mondom, tudod, és akkor az okos szülő, akkor megpróbáljuk, hogy képzeljünk el egy helyzetet. Ősz egy homokozóba, benne mindig ilyen várakat ás, ilyen alagutakat. Másul egy alagutat. Valaki odajön és más akar játszani, összerombolja, te mit érzel? Tehát csak akkor látom, gondolkodik, tudod. Gondolkodik. Nem engedem oda, hogy homokozzon. Nem mondom, nem ez volt a kérdés. Tehát mindig van valami, mindig van. Én egyedül homokozom. De nem tételezzük föl. Sose homokozom úgy, hogy valaki ezt elrombolhassa, tudod, és már hamzik a szád, már próbálod a gyereket rávezetni, igen, hogy ha te építesz valamit, és az mást elrombolja, akkor te se rombold el, ha együtt él. Kérdezd meg, hogy lerombolhatod-e. De ő gondolatban megkérdezte. De mondom, ne csak gondolatban kérdezd meg. Gondolatban megkérdezte. Igen. Ő gondolatban megkérdezte. Azt hittem, már vannak ilyen viszonyban, hogy telepatikus úton is tudnak egymással kommunikálni. De mennyire érdekes az oldal, nem? Tisztára, mint az élet, hogy együtt építenek valamit, aztán a másik úgy gondolja, hogy ő ezt lerombolja. Tiszta Lajos Viktor. Abszolút, igen. Az óvoda hülyen modellezi a társadalmat. Nem, egy az egybe, basszus. Minden, ami... Mert is megvan az analógia. Én ugyanaz. Igen, minden, ami az óvodában történik. Aztán a másik kap egy állost. Az történik kint a külvilágban is, úgyhogy igen, muszáj volt. Nem végén megértette, vagy ez megint egy, mint nálunk szülőknél általában minden nap van egy kidobott 30 perc az életedből. Uh-huh. Ez most átment, igen, az üzenet, hogy ért? Hogy nem érzed? Tudom, mert mire kiértünk a kocsiba, addigra már nagyon sírt. Ugye, mert ő tartotta magát az oviba. Igen. És ő nem sírt senki előtt. De hát a kocsiba már lehet, ugye? Hagytam, hogy jól kisírja magát, tudod, akkor megkönnyebbült.
hüppögve elmondta, hogy ő legközelebb mit fog csinálni, mondom, az nem jó megoldás. Kicsit erőszakos volt. Nem, ez a jó megoldás, mert ő már vázolta nagyon részletesen, hogy akkor mi lesz legközelebb, mondom, nem, ez nem jó, ez nem jó. Úgyhogy tegnap nagy lelkizések voltak. Hát nem egyszerű, és kérdez, most egy ilyen kis konfliktus, mi lesz, suli, nagyobbak, tudod, kamaszok, szóval, hogy mi azért lesz meló. Azt mondják, hogy ezekben a lényeg az, hogy beszéltek, tehát hogy valószínűleg nem mindent ért meg belőle, mert hogy azért ilyenkor a szülő hajlamos arra, ahogy te is, hogy akkor példát mondasz, hogy így próbálod más oldalról megközelíteni, hogy a gyerek ezt még nem érti meg 5-6 évesen, viszont az meg jó, hogy beszélgettek róla, mert akkor később is majd esetleg ő el fogja mondani ezeket a sztorikat, aztán franc tudja, hogy így van-e vagy se. Nem a lényeg, hogy beszéljen róla. Benne, ugyanakkor meg olyan édesek tényleg, hogy neki van ez a kis világuk, és akkor azon a világon belül van egy kis problémák, hogy meg kell oldani, és így minden más annyira nem fontos, annyira nem érdekel, hogy mi történik a nagyvilág, hogy annyival kevesebb nyomasztó dolog frusztrálja őket így a hétköznapokban. Őket most ez érdekli, hogy ők egyébként meg barátok valószínűleg. Jóban vannak, tehát, persze. Tehát, hogy ez is, hát igen, ez is. Mennyire nehézé teszi az egészet. Mert milyen egyszerű lenne, hogyha csak érted, tényleg, oda menne, azt leakasztana neked is. De nem, mert egy barátság is ott van veletek. Jóban van. Olyan abszolút, édesek. Igen. Na, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Miről is volt szó. Kipróbáltunk egy japán módszert. Ugye többek között slankamnak tűnik a Feri. Már most lankabb vagy, így van. Feküdtél tegnap? Nem feküdtél. Hogy ne feküdj, megbeszéltük. De hogy feküdtél? Esküszöm, délben. Mikor értem haza? 2-kor hazaértem, akkor feküdtem egyet meg este. De úgy értem, hogy törölközön? Persze. Hát mit gondoltál? Így, az 5 perceset kifeküdtem. Mert a képed az Instán nagyon jó. Mindig megérhetem, mindig jobb kedvem látják. Teljesen megadóan ott fekszem. Szóval, hogy ez a japán módszer arról szól, hogyha törölközöt teszünk a csipejünk alá, egy vonalba a köldökünkkel, és napi 3-5 percet fekszünk, akkor állítólag fogyni kezdünk. Óriási siker a könyv Japánban, 6 milliót adtak el belőle. És hát kipróbáltuk ezt a módszert, kint másom, mint Ferin, aki most mandarinokkal, zapkekszekkel, és nem is tudom, barna kenyerekkel is kétszer sültekkel mulatja az időt. Csak hogy a recsegről fog a fogazat alatt, és a sok puffasztott kapónak. Puffasztott rizszeletekkel. Olyan jól áll neki. Igen, úgyhogy ezt kipróbáltuk, megmutatjuk, aztán jövünk vissza. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Szeretnék rajtad valamit kipróbálni. De köszönöm, végre. Egy japán orvos, képzeld el, feltalálta a diétát és a fogyást mozgás nélkül. Tudom, nagyon. Hogy te mozogsz, és emellett mozoghatsz is, de miért ne egészítenénk ki ezt egy alternatív módszerrel? Állítólag 6 milliót adtak el a könyvéből, 3-5 percig kell feküdni egy bizonyos pózban. Fekszel, ez fekszel, a fogyókul, hogy fekszel. És állítólag rögtön olvadnak a kilók. A módszer alapján nem más, mint hogy az orvos szerint a hízás a medencecsont elmozdulása miatt van, és ha ezt te helyrehozod egy kicsit, és helyre rakod a medencecsontot, akkor a has automatikusan elkezd lemenni. Nem kell más csinálni, mint hogy... Igen? Egy törölköz... Bepucsítani mesztelenül, Janinak fogni egy strandpapucsot. Így van. Szerintem csináljuk. Én egy vizes törölköző végével kezdenek majd lecsapkodni. A strandpapucsot forró csukamáj olajba mártani. Az íze vége. Megkóstolhatod, aztán pedig... Nem erről van szó. Arról van szó, hogy állítása szerint csak egy nagy törölközőre van szükség, és napi 3-5 percre. A törölközőt össze kell csavarni szakszerűen, be kell rakni egyébként a medencecsont alá, a kezedet pedig hátrafelé ki kell nyújtani, úgy, hogy kifelé álljanak az ujjacskái, tehát hogy ne álljon össze a tenyeret, tehát ne tudjon tapsolni, csak a kézfejeddel. Illetve a lábak pedig legyenek összezárva úgy, hogy a nagy lábújnál találkozzanak, mint egy ilyen kis szép kis diadalívet kirajzolva. Picit, mint egy száraz edzés lenne, ahogy a rajtot gyakorolod száraz edzés. Ez fekve? Igen. Vagyok most. Én kérek egy hétig az életedből 3-5 percet. Aha. Nézzük meg, hogy működik-e. Vedd föl most a helyes pózt, holnap hozunk egy mérleget, aha, és megnézzük, a 3-5 percet naponta feküdtél, elindult-e a medencecsont helyrerakása és a fogyás? Azon gondoltam, hogy kértem én segítséget most, hogy... Tudod, hogy mindig szívesen jövünk. De hogy kértem-e? Van egy törölközünk? Van. Én ezt behoztam, de nem tudtam, hogy Ferire kell ráteríteni, úgyhogy inkább... Nem rám, ezt a csípőm alá kell tenni. De mondjuk ezzel sem vagyunk beljebb. Ez az én méretem, ez a törölköző. Gyerekek, ez egy kéztörlő. Igen, hát ez nem kicsi. Ez egy kéztörlő. Most Jani, már akinek igen, hát neked hálózat. Törölközni. Jó. Te ezzel elvisz túrázni, és magadat teríted, és nem fagysz meg. Tehát ez abszolút nem. Összebújunk hárma. Ez a Ferinek szalvéta. Az egész Manó család összebújik alatt. Ebben le úgy.
Tehát kell egy nagyobb törölköző kabát bármi, aha, amivel most összekettekerhetjük az én kabátomat, amivel csak modellezzük, hogy te hogy fekszel. Az jó. Hátamra feküdjek, és ezt tegyem alá? Feküdj le a földre, így van. Segítesz neki, János? Persze. De rendesen. Még Magyarországon de nem kaphatod ezeket. De le tudok egyedül feküdni, apu, köszön. Nem, azért segíts neki, nehogy megüsse magát. Aha. És tedd be a törölközőt a csípőjéhez. Benne van. Ja, ott van? Igen. Milyen tevepatája. Micsoda? Ú, Feri, hallod, az a tevepata nagyon. Azt a betyár. Azt a betyárját, hogy hallod. A betyárját, úristen. Tevepata, teve száj, Jézus. Rég láttam ekkor a tevepata. Kicsit bevág a bugyi. Nem jó lelődnyös a szabása. Jó, hát az ember köldökig felhúzza a farmát. Nem, én már fogyott, ez azért van. Meg vagy, Feri, fekszel? Nem, lebegek. Na, az egy következő fokozat, te már ott tartasz. Jó, na, egyébként nincs ilyen könyv. Köszönjük szépen a fotót. Mi van, jó, 3x5 percet be tudsz így vállalni? Persze. Mi tegyük helyére a csípődet. Jó. Jó? Aha. Mit csinálsz? Miről szól a könyv? Azon gondolkodom, mert ezt gyakorlatilag egy perc alatt megtanultuk, hogy így kell feküdni. Ez egy jó kérdés. De a könyv az ember hiszékenység. Kell hozzá, biztos? Az ember hiszékenység, a naivitás. A birka szellem. Hogyan vegyünk meg egy értelmetlen könyvet 3000 forintért? Még ilyen oldalak vannak. Két ember már csorda, ez a cím. De nézd meg, a Feriben van alázat. Azóta csöndben fekszik a nem földön. Tud felkelni, az van. Nézd, na most kérem segítség. Én ez az első 5 percet csinálom, hagyjatok már. De én ezt szeretem benne. Benne igazi, van alázat. Barátnőmmel második kérte gyötörjük magunkat káposztaleves diétával. Hatásosnak tűnik eddig, bár a leves fogyasztása a negyedik, ötödik napok táján már maga a kínszenvedés. Viszont van eredmény, a második hét mínusz 5 kiló nálam eddig. De ez biztos, ha csak egyedül vágtam volna bele, nem lenne hozzá kitartások. Andi írta nekünk. A fogyókúrám egyszerű, felcserélem az evőeszközöket. Levest késsel, villával, a húst pedig kanállal eszem, írja nekünk egy hallgató. Bandi barátom fogyózik egy hetet, de tegnap előtt véget ért a nagy álom. Talált a hűtőben 8 liter hideg töltött káposztát, legugolt elmondása szerint a fazék elé, és átgondolva az elmúlt hetet, neki látott. Szomorúan hívott, hogy nem fogyott semmi. Hát, aj, de érzemesek, igen. Mikor megkaptam a protkómat, fogytam 15 kilót, mert nem tudtam menni vele. Mint a 6-os villamos lett volna a számban. Most már visszanyertem a versenysúlyom, mert már szotyizni is tudok. Én azt mondtam a feleségemnek, ha nem tud lefogyni, nem gond, majd elmegyek agykontroll tanfolyamra, és ráhangolódom a duci szexre. Te duci szemét vagy. Duci szemét vagy. Duci szex nagyon jó duma. Életem, egy kis duci szex. Tegnap olvastam, hogy egy pohár vörösbor elfogyasztása egy óra edzéssel ér fel, ezt egy kipróbálás mindenképpen megér. Ezt én nagyon régóta ismerem, ezt a kutatást nagyon sokáig alkalmaztam is, de valószínűleg túltoltam. Tehát, hogy két pohár viszont már hízás az ördög. Igen, ez lehetett a baj. Hideg zsíroldó, azt mondják, naponta egyszer kendra. Kendra, sasra, és jó, van barna. Barna küldte nekünk az SMS, ez is hatásos módszer lehet. This is Previously on Morning Show. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét múlt egy percem. Mit teszel? Mit falatozol? Ne is mondjátok. Tofu mi? Kis fehér csedár, egy kis uborka, egy kis ilyen pizzás rúd, meg hozzá egy jófajta kis naturjoghurt. Azt elfogod mosni, már látom a naturjoghurtos dobozt. Mentem ki tegnap is, vagy tegnap előtt, és a WC-be öblítés volt. Nem a WC-be találok a csapba. Igen. A mi WC-k egy igazán úgy is alkalmatlan arra, amire alapvetően terveztük, nem tudom, észrevettétek-e, hogy általában ugye a művedet körbe mossa. Tehát, hogy úgy van elvízkövesedve a WC-nk, hogy lehúzod, és nem középen jön le belőle a víz, az öblítővíz, hanem így körbe. Ha nincs benne semmi, akkor is. Aha, tök jól néz ki egyébként. Ha meg benne van, akkor meg tényleg olyan, mint egy kis vulkáni sziget lenne körülött áramlás. Hát vegyetek egy új fajanszot, hát ezt lehet kapni. De nem otthon. Tudod, érted? Érted, nem otthon. Furák vagytok, mondom, mindent kinézek belőletek, és csak mindig 1000 forint egy ilyen új porcelán fajansz. Nem, nálunk konkrétan enni lehet belőle, itt a bentről beszél. Hát mondom, megvárjátok, amíg kiukad esetleg, és akkor vesztek újat. Nem mondom, otthon egész jól el vagyunk ezekkel az eszközökkel, így rendbe tartom őket. De hogy itt bent. Tehát kimész, és így teljesen alkalmatlan arra, amire kitalálták. Hogy azt lehet csinálni, hogy mit tudom, hogy kiveszel két téplét, ami lögzít van, és így lögybölöd, meg így balról jobbra mozgatod. Hogy állunk a játékkal? Jól, mert elkezdtünk vezetni megint. Igen? Aha, 2-1 ide. Ide. Akkor jó.
lehet jelentkezni játékra, ha szeretnétek ezt az eredményt megfordítani, drága hallgatók, jó? Aki bátor, az velünk tart és jelentkezik, aztán megpróbál bennünket elpopsizni. Igen, aki gyávonnak még nincs hozzá. Aki gyáva menjen innen. Mi van a taxisokkal, ott vannak még? Nem. Igen? Szerintem már nincsenek ott. Nincs, ma már tüntetés, tegnap estig volt neki. Nincsenek. Van, van. Ma is van. Hát azt mondták, hogy be kell fejezni. Mindig lehet. Én most akkor mától tiltakozom, hogy tiltsák be a vazét, mert... Na, mert miért? Mert akkor nem kell majd közlekedési eseményeket olvasnom, mert látják maguktól. Úgyhogy tiltsák be, mert elveszik a munkámat. Aha. Elveszik a munkámat, tiltsák be a vazét. A munká! Nem tudom, ki tehet erről, a Netanyahu, a Putin, a Merkel vagy a Yasser Arafat, tiltsák be a vazét. Nem? Hát dehogy nem. Hát, dehogy nem. Mi lesz így a rádiós műsorvezetőkkel? A hírolvasókkal, érted? Hát nem kell híreket olvasni, ott a vaze, látom, hol van dugó, hát nekem nem mondja meg, érted? Az ott a gyerek a klasszba, hogy most ott hol menjek lassan. Hát, nem, ránézek a vazéra, aztán tudja, tiltsák be a vazét. Basszus, tényleg. Nem így van? Dehogy nem. Veszélj be az állás. Tiltsák be az alufóliásokat, mert van, akik csomagolás technikából élnek. Te meg otthon tekered ebbe a szárba, mi lesz? Hát, kikérem magamnak. Egyébként olyan érdekes, hogy egy be nem jelentett tüntetés ennyi ideig tarthat. Már bejelentett időközben? Igen. Mert hogy eredetileg nem volt. Már annyian észrevették, hogy tüntetnek, hogy most már bejelentették. Hát most már be kellett. Most már be kell. De már egyébként változtattak, már nem azt kérik, hogy tiltsák be az Ubert, hanem hogy egyenlő feltételek legyenek. Aha. Igen. Na, az jó egyébként. Igen. Na, akkor végre csak kiderül, mit szeretnél. Na, Ákos elmondja a híreket, ti pedig jelentkezzetek játékra, kicsi, apró, kicsi, drága hallgatóink, ha szeretnétek velünk játszani, mi pedig jövünk. Szívünk szottyai! Mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan, 7 óra, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Vigyázzatok, ha most keltek útra, hogy Ákos is mondta, havazott egy kicsit éjszaka, és csúsznak az utak, komoly hó nincs, de hát valószínűleg lesz baleset bőven. Csúszkálás, törések és egyéb. Nem ezt kívánom, csak ezt prognosztizálom, hogy az ember kilép, nincs rá felkészülve, és azonnal popsira tud ülni, úgyhogy csak óvatosan. Így van, havazott. Így van. Úgyhogy vigyázzatok. Erdőkertes mínusz 5 fok hóesés, az utakat már takarítják, Ati is küldte nekünk, Nyíregyháza óriási hóesés. Aztán valaki csak annyit írt, hívjatok fel, Kende. Ja, jó, oké, csörgünk. Kezeljük az ügyet, ha tudunk, rácsörünk. Vácott a művelődési háznál, mérik a Pest felé haladókat a 40-es tábla után, kaptuk ezt is SMS-ben, és tüntessenek a postások az e-mail megjelenése miatt. Ez pedig Tama küldte nekünk. Mi pedig játszunk, már itt is van a hallgatónk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia! Hello! Hogy hívnak? Gréta vagyok. Gréta, hello, honnan? Hát, Ajkán lakunk. Az a Bakonyban található, és most Veszprémbe tartunk jelenleg. És az igaz, hogy Ajkáról kisebb fogy a nóta? Tessék! Csak mondod, hogy ajkai vagy, és azért kezdtem, hogy az igaz, hogy Ajkáról kisebb fogy a nóta? Mindig énekeltek arra felé, ez igaz? Hát, előfordul, igen. Ja, Istenem, egy jó szójáték. A legjobb. Ajajajajaj. Nagyon nem a legjobb. És mit csinálsz te, Gréta, amivel foglalkozol? Hát a katasztrófa védelemnél dolgozom. Az igen. Illetve egyetemre járok mellette. Ha katasztrófa érne bennünket, egy ilyen női hang nyugtasson meg engem. Így van. Uram, elvitte a víz a házát. Nagy semmi baj van, de semmi baj. Megoldjuk. Nálunk tud aludni, uram. Hajtsa csak ide a kis buksiját, jól van, semmi baj. Nem, úgy van meg. Az. Mellettem már foglalta hely. Hát most. Hát ma már a fiatalok jönnek, mennek. Hát ne, sose tudod, mi lesz holnap, érted? Hát nem, nem biztos, hogy megérteni. Kivel szeretné játszani, Gréta? Janit választanám. Köszönöm szépen. Ez a beszéd. Indítjuk az órát. A fejed. Csapjatok össze, csapjatok egymásnak. Győzzön a jobbik. 3-2-1, tessék. Azért választottam, mert Chiefs vagy csak jobb hiá. Hát, úgy hallottam, hogy még a héten nem játszott. Ott a vége, édesem. Hogy tud sikítani is. Szép volt, Jani. Szép volt, Jani. Köszönöm. Ennyi. Hát,
Nem tartott sokáig. Ez nem. Ez Gréta, ez valóban nem. Ez valóban nem. Mi történt? Rövid zárlat? Hát olyasmi, nagyon szerintem izgulok. Szerintem egy kicsit ilyen öngyilkos volt, nehogy Jani rátérjen erre a merre, hajtom a fejemre, ugye? Igen, inkább felrobbantotta. Igen, inkább felrobbantotta az, hogy vége. Hát, de kár. Sajnálom, majd legközelebb. Legközelebb, köszi a játékot. Én is. Puszi. Sziasztok. Nagyon szellemes SMS-ek jönnek, valaki ezt írja. Legyen 25 fok, oldják meg! Most! Ugye? Ez, igen. Oldják meg, nem érdekel. Adózunk, hogy ez egy ilyen legyen az idő, meg nyárkást legyen az út megjelen. Nem érdekel, hogy oldják meg. Netanyahu, Putyin, Orbán, mind oldják meg. Ugye ez volt ugye a taxisok követelésében. Oldják meg, legyen 25 fok, oldják meg. Na, M7-es bevezető K.O. Ezt Pedro küldte nekünk. Dabas Budapest között jól járható száraz enyhe hosszálingozás, mínusz 2 fok, és Nyíregyháza felől gyakorlatilag egy sáv sincs, egy óra alatt jöttem 50 km, téli gumin van, pedig szakad a hó. Rita küldte nekünk. Ott akkor nagy hóesés van. Nagy hóesés van. Ott már nem csak látvány hó van. Ott nem csak látvány hó van. Mennyitől nem látvány? 2 centi, 3? Hát ezt kérdezd meg egyébként az Ákost, mert Ákos azt mondja, hogy látvány hónak szokták nevezni. Nem, ő nevezi így. Ami Pesten van, az valóban látvány hó. De hát a pár centi után az már nem látvány. Uh-huh. Jó, tehát 3-tól már nem az. Jó. Na. Jól van, drága hallgatók, elmegyünk egy picit hírezni. Jó, 5 perc van pontosan, 7 óra, küldjetek közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Esik a hó. Az a majd már reggel elnyomtuk. Igen, már reggel elnyomtuk, hogy mit csinál az igazgató, mit csinál a ló. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Vigyázzon mindenki magára. Egy Robbie Williams és Kylie Minogue dal után pedig mi is itt vagyunk. Ez egy jó kis dal. Mindig is szerettem. Mindig is desszert kategóriának tartottam. Igen? Már nem a Robbie, hanem a Kylie. Azt hittem, hogy így van. Csemegézni Robbie sem áll rosszul a kis aranyszínű sor, de szerintem a Kylie még jobb. Ez volt az a lány, aki annak idején azt mondja, hogy hogy hívták azt a milyen Donovan volt a... Ray Donovan. Jason Donovan-nel nyomult annak idején, még a Locomotion idejében, akkor még ilyen kis csigás lokis haja volt, nagyon kis helyes volt, aranyos volt, hihetetlen régen. Büntetted volna? Hát egy picit. Viccelsz? Bármiért. Mindenért büntettem volna. Érdtől áll az M7-es Budapest felé. Úgyhogy ott valami nagyon nagy baj van. Azt nézem, hogy igen, többen írjátok, Szélvédős Feri is elküldte nekünk, hogy gigadugó van a város felé. M0-ásról az M7-es a Budaörs felé nagyon nehéz a felhajtás. De mi lehet az oka? Mi történt? Csesznek után Győr felé autó az árokban intenzív látványhabazá zajlik, Karcsi küldte nekünk, valamint az M1-es 87-es kilométerénél Győr irányában a külső sávban a szalagkorlát mellett forgalommal szemben áll egy BMW. Ajajajaj. Ugye a hátsó kerék, mi? Bizonyám. Körösegyi Bölthídon lett egy felé, teherautó elvesztette kerekét, csillagszórókat szórva, egy sávon lehet közlekedni, ezt Marian küldte nekünk. M3-as jó járható, nincs már baleset a 111-es kilométernél, 500-as gyulus írta nekünk, valamint a mérői elágazás után a szlovák határ felé mérnek a rendőrök a 3-as úton, inkább a havat sepernék. Lisztes Ati tette helyre őket, köszönjük szépen. Balázs, hová kell vinni a szoláriumot, kérdezi Béla. Nem tudom. Kértél? Fogalmam nincs, de szeretem az ilyen eltévedt, kicsit megtévesztő SMS-eket. Nagyon jók jönnek egyébként. Honnan akarsz, mert akkor mondd a címet, vagy nem tudom. Most már tudom képzelni, hogy a tegnapi kis affér miatt ez már Benny bosszúja. Rendelt otthonra. Apa telefonja rendelt otthonra egy szolárium. Igen, hová kell vinni? Hová kell vinni a szoláriumot, igen. Kérem, tiltsák be a hóolvadást, mert elveszi a munkánkat. Egy hómunkás. Ez jó. Nem érdekel, hogy... Veletek vagyunk. Írjátok meg, intézzék el. Na, akkor írja meg nekünk mindenki, hogy ki mit tiltsanak be, amivel a ti munkátokat veszítitek el. Jó? Tehát mi legyen az? A hóolvadással elvesztik a hómunkások, tényleg. Az e-maillel a postások. Az e-maillel a postások. Napja. Valóban így van. Úgyhogy tényleg írjátok meg, hogy mit kellene betiltatni, mert ha nem tiltják be, akkor valaki elveszti a munkáját. Jó? Küldjetek nekünk szellemes ötleteket, hogy igen, hogy mit lehetne még betiltani az Uberen kívül. Igen, megvan a baleset.
mert hogy tudtuk, hogy baleset van, de nem tudtuk pontosan, hogy hol. A Török-bálinti kihajtó után, tehát odáig kell kitartani, azért van hatalmas dugó az M7-esen. Három autó ütközött. És emiatt. Aha. Emiatt van dugó. Török-bálint. Török-bálint kihajt, ez a lejtőn, ahogy mész le az M7-esen, jobbra ott. Aha, ugye, kihajt, tudom, az igen, a nagy kanyar előtt. Így, a jobb kanyar előtt, így van. Ha kifelé szak a bal. Igen, de most befelé állnak. Nagy ez az akkor érted. Csak nagy ez az minden információt, el akarok. Érted? El akarok mondani. Mi van, látvány, hó van Budapesten, vagy rendes hóesés? Itt nálunk nem nagyon nem. Csapatja. Nem jó. Mi nem jó, hogy nincs, vagy hogy van? Hogy állunk? Meccsileg? Ha reggel elárasztasz még egy kérdésekkel, olyan nehéz mindegyikre válaszolni. Ha fogadtunk, vagy te megtettél játékpénzeket. Játékból Verdaszkóra tettünk egy tízest, az úgy fog elmenni, hogy öröm lesz nézni. Aha, tegnap nagyobb volt benned a lendület, mert úgy érzem. Most már kicsit megyek. Elbizonytalodást érzek. Mert 6-6-4-3-6-3-6-0-0 a Verdaszkó Sela. A Sellát nem ismerjük, hogy ki. A López Pellánál pedig Lópezre tettünk egy tízest. Ha az is elmegy, akkor, akkor ennyi volt a pályafutásunk, tehát akkor 2008-at kerestünk, és egy 20-ast buktunk. Mert ismerős volt a Lópeznek a neve. Mi a magyar közéletből? Nem én tettem, meg én kérdeztem csak a főnököt. Na mindegy, jó az. Úgyhogy így állunk. Még szerencsé, hogy csak játékpénz. Persze, igen. Meg szerencsé, hogy nem fogadtunk. López, ugye? Már mindent lehet. Itt már mindent lehet. A Sella egyébként egy izraeli játékos. Na persze. Hát mondtam, hogy legyél óvatos, mert azért mondtam, hogy legyél óvatos, mert ha egy valaki megtátosodik, és kiveri a Nadalt, mint ezt a Verdaszkó. De mondtam, akkor utána elfárad a következő meccsen. Hát én kérdeztem, tegyünk a Verdaszkót. Sellával, ne hülyéskedj. Hát Verdaszkó úgy elveri, a Sellát, öröm lesz nézni. Ez volt most megjön, hogy mert a Nadalt kiverte, hogy mi van? Jaj, már ez a Sella megint egyet behúzott. Ez a veszély egyébként ennek az élő fogadásnak, mert hogy aztán ott rakadsz a gép előtt, ezt folyamatosan nézed, érted, szurkolsz magadnak, vagy magad el, vagy akármi, de hogy nem jó ez, Feri. Nem szabad. Van neked elég dolgod. Hát nem, most már kész, nem lesz ez így. Ezen felül is. Na nézzük, hallgatóink mit tiltanának be, hogy egy kicsit könnyebb legyen az ő életük. Tiltsák be a napot, mert elveszik a szoláriumok munkáját. Hát, tök jogos. Így van. Ha betiltják a csapadékot, többet nem lesz szélvédőjavítás, szélvédős Feri. Írta nekünk, tiltsák be a csapadékot. Tiltsák be a levegővételt, elveszik a munkám. Köszönettel a kaszás. Küldte nekünk. Tiltsák be az egészséget, egy ápoló, írta nekünk. Tiltsák be a cserépgyártást, mert elveszik a porcelán területét, üdv egy porcelánfestő. Tiltsák be a helyes munkavégzést és a hibátlan termékeket egy minőség ellen. Nagyon szellemesek jönnek. Kornél Lakatos, ő szeretné, ha betiltenek a rendőröket. Így van. Szabályozzák a forgalmat, és emiatt kevesebb a baleset. Tiltsák be a fogmosást, Gizus fogászati asszisztens küldte nekünk, senki nem moson fogad, tiltsák be. Tiltsák be a Google-t, le az internettel, üdv aranyoldalak. Aranyoldalak. Az aranyoldalak felszólítja a kormányt, tiltsák be a Google-t, le az internettel. Nem érdekel, hogy oldják meg most. Netanyahu, Putyin, bárki, oldják meg most. Azonnal. Tiltsák be a postásokat, üdv a postakalapok. Igen. Akkor tiltsák be a Wikipédiát, üdv a révaisok. Tiltsák be a liftet, elveszi a lépcső munkáját. Írta nekünk egy lépcső. Tiltsák be az otthoni szexet, írta nekünk egy stoppos lány. Jó, de szép megfogalmazás. Szüntessék be a hideget, üdv egy klímaszerelő. Nem értek el, hogy ógyák meg most. Mindig legyen meleg. Ért. Le a hamvasztással, üdv a koporsó készítő. Tiltsák be a Tindert, mert elveszi a munkánkat egy örömlány a hetes út mellől. Köszönjük szépen. Tiltsák be a rendőrséget, mert a bűnözők elvesztik a megélhetésüket. Ebédszállító vagyok, követelem az éttermek és az otthoni főzés azonnali betiltását. A háziasszonyok elveszik a munkánkat. Nem érdekel, hogy oldják meg. Tiltsák be a betiltásokat. Azonnal tiltsák be a betiltásokat. Ezt Laci Boy küldte nekünk. A tiltsák be a hülyéket, mert elvesztem a munkámat ugyanis. Köszönjük szépen. Tiltsák be az óvszert, egy kavaró, Robi írta. Aha, igen. Tiltsák be rajtam kívül az összes árust a piacon, mert elveszik a vevőinket. Tamás szeretné. Kereskedő vagyok, tiltsák be, nagyon jó csével, tiltsák be az internetes vásárlást. Aj, nagyon jó.
tiltsák be a vegákat, Zsolti, a húszszállító. Tiltsák be és zárják be az összes tengert. Egy akváriumgyáros. Tiltsák be a Facebookot, mert már a kultúrházat is elbontották. Andi küldte nekünk. Nagymamák követelik, zárják be és tiltsák be az összes éttermet. Ebben a pillanatban. Tiltsák be a taxisokat, írja nekünk buszos jocó. Tiltsák be a magyar államot, a törvényeket, az adókat és az adózókat. Egy navos. Mindent szeretnének. Igen, tiltsák be a katasztrófákat. Egy katasztrófa védő írta nekünk. Tiltsák be magát a tömegközlekedést. Ezt vajon kiíratta? Ezt egy taxis írta egyébként valószínű. Nem? Szóval tényleg érdekes. Érdekes az zárják be az ószergyárakat, a dadusok. Minden nézőpont kérdése. Hát igen. Igen. Tiltsák be az imódiumot. Üdv a hasmenést. Jó, de szellemesek jönnek. Nagyon szeretem, nagyon szellemesek jönnek. Igen. Tiltsák be a rádiót, mert csak kopaszul. Tiltsák be a kalgont, elveszi a munkánkat. Gyuri 42 éves mosógép szerelő. Követeljük a mosógép szerelők nevében, tiltsák be a kalgont. Hiszen azzal a mosógép is tovább él, úgyhogy igazuk van. Abszolút. Tiltsák be a munkát, Gyurci küldte nekünk. Aj, nagyon jó. Tiltsák be a Morning Show-t, üdv a Neo FM. Hát, szegények, igen. Tiltsák be a nagymamákat, karácsony után nincs munkánk, üdv egy cukrász. A csatornázási műveknél dolgozom, tiltsák be a fogyókúrát, mert aki nem eszik, az nem is gittel. Üdv... Igen. Köszönjük szépen. András szeretné, ha betiltanák a fogyókúrát. Így van. Tiltsák be a koránkelést, üdv Allah. Hát ez a koránkelés. Jaj, nagyon jók jönnek. Igen. Tiltsák be a boltokat, mert elveszik a webshopok munkáját. Üdvözlettel, Péter. A hasmenést tiltsák be. Üdv a dúlás elállítok. Tényleg. Hát ez most érted, miből fognak egy szegény csőgörény. Minek oda csőgörény? Hallod? Érted. Minek oda csőgörény? Semmi sűrű. Tiltsák be a mobiltelefonokat, elveszi a munkánkat. A vezetékes telefonok szövetsége írt ezt nekünk. Jaj, de jók jönnek, köszönjük szépen. Tiltsák be a fogamzásgátlókat, egy óvszergyártó cég. Nagyon jó. Tiltsák be a látásjavító műtéteket, egy látszerész. Ugye? Igen. De milyen jogos. A szemüvegesek. Hát most érted, mi lesz velük? Tiltsák be a gluténérzékenységet, egy pék vagyok. Tiltsák be a jó ízlést, írta nekünk egy szobafest. Szellemesek egyébként. Azt mondja, hogy mi ez? Tiltsák be az antikartelt, az útépítők. Nagyon jó. Mi egyébként abszolút, abszolút igen. Mi egyébként abszolút. Abszolút. Tiltsák be Csonkapicit a ding-dongó dalával. Elveszi az életkedvem. Tiltsák be az empátiát és a beszélgetést. Egy pszichológus írta. Na jó. Hát köszönjük szépen. Nagyjából így lehetne. Nagyjából így lehetne. Most nem szeretnek minket a taxisok biztos. De mi szeretjük őket. Hát igen, igen, csak most itt egy ilyen... A követelésük volt a vicces. Így van. A követelésük volt a vicces. Nem kristályosodott ki még nagyon az elején, hogy mit is szeretnének. Mostanra meg már igen. Na. Én arra gondoltam egyébként, hogy kéne majd egy tüntetést szervezni azok ellen a tüntetések ellen, amik megbénítják a város, de abban bízom, hogy ez a tüntetés nem fogja már megbénítani a város. De miért az városon kívül lesz, de akkor nem éri el a célját, érted? De ha téged betiltanak, akkor én szervezek egy tüntetést a te betiltott tüntetésed miatt, viszont engem is befognak, arra Feri szervez, és folyamatosan megyünk egymáshoz. Ez egy hosszú láncreakció lesz, körbe tüntetünk. Mire a Ferit betiltják, téged kiengednek, te már újra elkezdesz tüntetni a Feri bezárása miatt. Utána bezárnak, én viszont megyek utána. És legyen egy ilyen körpályára terelve ez az egész tüntetés, mert akkor pont így körbeérne, és akkor mindig csak annak megfelelően látnád a táblákat. Érted? Lenne egy állandó tüntetés, és csak a táblákat cserélgetnék benne. Kellenének főállású tüntetők szerintem. Á, most már egyre többen vannak, igen. Tiltsák be az angolt, mert nem tudom megtanulni. Na, egy amerikai apukam, és ez a 7 óra utáni témánk, egy nagyon helyes levelet írt. De ha az órátokra néztek, akkor biztos ti is láthatjátok, hogy ez a 7 óra utáni témánk. És ha nem hazudna nektek, Balázs. De akár lehet a 6 óra utáni témánk is, hiszen 6 óra után van. Az igaz. Egy amerikai apuka művészi szintre emelte az udvariasám határozott visszautasítást, miután 6 éves kisfia kért tőle $20 játékra. És a levél egyébként nagyon helyes, mert hogy
Hát valószínűleg egy szülőnek azért nem mindig könnyű ugye nemet mondani, amikor a gyermek szeretne valamit, és a gyermek 20 dollár szeretett volna azért, hogy tudjon magának venni valamit. Elkérte ezt az apukájától, és az apuka erre egy nagyon helyes levelet írt, mintha ő egy bank lenne, és ezáltal megtanítsa a fiát arra, hogy hogyan kell kezelni az ilyen típusú válaszokat és az ilyen típusú leveleket. Ezt a levelet egyébként lehozták, és tényleg nagyon helyes. Nyilván minden szülő volt már olyan helyzetben, amikor a gyermek pénzt kért, és ez egy jó kérdés, mikor adsz neki, mennyit adsz neki, hogy tanítod meg, hogyan kezeli a zseppénzt, adsz, nem adsz, mikor mondasz igen, mikor mondasz nemet. Milyen korban kezded el egyáltalán megtanítani a pénz használatra? Ugye ez egy izgalmas szülői kérdés. Igen. Mikortól van zseppénze, hogy ossza be, ezek mind kemény dolgok. Hogy aztán ugye ezt nagyon sokan mondták pont, amikor itt ugye ez a svájci frankos hitel cucc elkezdett borulni, hogy nincs pénzügyi kultúránk, és például azért nincs, mert nem kezdik el gyerekkorban megtanítani. Tehát az apa bank ugye nagyon apa jól bank, csinálta. Apa bank nagyon jól csinálta, hogy elkezdi már a 6 éves gyerekének ezt elmagyarázni. A gyermek elkérte a pénzt, apa ezt válaszolta. Sajnálattal kell közölnünk, hogy jelenleg nincs lehetőségünk a kért 20 dollár összegű kölcsönt folyósítani. Miután megvizsgáltuk a számláját, azt láttuk, hogy jelenleg nincsen hitelkerete. Ezen kívül többször elmulasztotta rendezni a tartozásait. Továbbá ön több mint 80 dollárt fordított személyes szórakozása karácsony óta. Ez egy fedezet nélküli költés, amelynek további folyósításába nem egyezhetünk bele, hiszen ezen a ponton ez további adósságok felhalmozódásához vezetne, írta az apuka. Ha tiltakozna a döntés ellen, kérjük forduljon a panaszfelvételi osztályunkhoz, anya telefonszáma mellékelve. Az ezen a számon jelentkező konfliktus kezeléssel megbízott munkatársunk talán meggyőzi önt döntésünk helyességéről, írta az apuka. Köszönjük, hogy az apa megtakarítás és kölcsönvállalatot választotta, hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy kielégíthetjük az ön anyagi szükségletét. Óriási. Üdvözlettel és a papa aláírása. Egy nagyon szellemes. Nagyon jó. Picit van benne egy ilyen átpasszolom anyára. Igen, hogy majd anya elmagyarázza, hogy miért. De az is az életből vett egyébként, mert hát nyilván apu nemet mond, megyünk anyuhoz. Igen, és akkor ott majd a másik munkatárs fogja ezt elmondani, hogy miért nem kapunk pénzt. Nagyon zseniális. Jó. Nagyon jó. Igen, papa vagy grafomán vagy nagyon sok ideje van, azért legyünk őszinték. Hát figyelj, ugye logót csinált a cégnek, az apa banknak. Minden megvan, tehát olyan papírt kapott a gyerek, aminek a felső részén ugye ott van a bank. Nagyon jó, ugyanakkor simán el tudom képzelni, hogy egyszerűen csak a telefonszámokat kicseréltem meg, mit tudom én, a fejlécet szövegezte át, és egyébként egy ezt már, igen, egy olyan levelet fogalmazott, átszövegezett át, amit korábban megkapott már a banktól, tehát hogy gyakorlatilag átpasszolta csak a gyereknek. Na, mikor jön el az a pont, vagy nektek eljött-e már, amikor ugye adni kell a gyermeknek pénzt? Nekem még a Benni kicsi, még ez így nem merült föl, de előbb-utóbb ugye nyilván majd eljön, főleg amikor elmegy iskolába, ott már azért adsz neki néha egy kis útravaló, tanulja meg belőle gazdálkodni, ez az. Mi a jó döntés? Szerintem, ha abban a pillanatban, ahogy elkezd beszélni, ezt nyomod, ezt a történetet. Két éves korától? Két éves korától, máma, nincs gyerekem, nincs, emlékszel, nincs, hogy nálunk például úgy van, a Somival is, meg a Pannával is, hogy van megtakarított pénzük már, amit tudják, hogy ezt tőlem kapják, és... Ezt mindig kihangsúlyozod, ezt mindig anyától nem kapok semmit. Anya semmit nem tesz hozzá, ez az egész, érted? Anya nem tesz hozzá, és ha bármi olyan célja van, amit szem, most a Somának új biciklit kell majd vegyünk, vagy nem feltétlenül újat, de hogy nagyobbat kell venni, és azt már én mondom neki, hogy csináljuk azt, hogy az a pénz, amit te tőlem kapsz néha napján, vagy teszel érte valamit, bár ugye azt mondják, hogy ez nem mindig jó, hogyha így motiválsz pénzen, nyilván mi sem mindig mindenre adunk pénzt, akkor azt tegyük el. Mert van egy célod, amit el akarsz élni. De a rendszeres pénz juttatás, tehát a heti zseppénz mondjuk, azt szerintem iskoláskortól, iskoláskor környékén esik be nálunk. Tehát ott kell elkezdeni adni? Igen, nálunk most Panna elkezdte a sulit, és még nem mondta, hogy apa, nekem nincs zseppénzem, mert azt tudom, hogy van már az osztály. Nem lehet, hogy titokba kiveszi. Tehát azért nem mondja, mert... Vagy nyomja az osztálypénzt. Igen, vagy őszedje az osztálypénzt. Sima ügy. Úgyhogy nálunk még nincs ilyen a heti. Ha kell valamire, be kell fizetni, ezt be kell fizetni, azt, hogy venni valamit a víziskolai büfében. De még külön pénzt nem kap. Nem. Tehát nincs, hogy elviszi magával egy heti összeget, és gazdálkodik. Nincs.
De szerintem ez első, második. Tehát, hogy amikor iskolás lesz a gyerek, akkor kezdődik el. Hát igen, már kell, hogy legyen nála némi kis valami, pénz, valamit igen. venni akar, nem tudom, hogy most van egy iskola. De most mit akar vagy... venni az iskola büfébe? Tíz órai ez az... De viszkaját magával igen? össze van készítve, így van. Ugye kap az iskolában is enni, és akkor ilyen kis rágcsát, meg gyümölcsöt, azt megcsomagolunk neki. Tehát mit akar venni? Ne akarjon venni az a gyerek. Hallod? Ne akarjál venni a most megtek be anyáddal. Meg amikor először zsuzsanát, amit te csomagolsz, nekik általában odállnak sorra az asztalához, hogy vegyenek tőle. Hát is igaz, minden nap egy komplet disznótorost. És a büfés is ellenetek. Igen. Minden nap egy komplet disznótorost, igen. A büfés azt mondja, tiltsák be a Rákócziékat. Az iskola büfés. Lehet, hogy eladja a gyerek, és abból van pénze. Igen, hát kirakja egy a nagy szünetbe, tudod, hurka, kolbász, disznósajt. Kinek kell egy fél csülök? Fél csülök. Nem bírom megenni. 150? Túl sok. Nálatok zseppénz? Hát érdekes dolog, mert ugye Feri mondta, mennyit ezt, kapsz hogy... otthon? Igen, hát a gyerek most is... Mennyit ad a gyerek neked most jelen pillanatban? Sajnos, ezért eszek ilyen reggeleket, ilyen szűkösen. Ez sajnos meg kell osztanom, amit a gyerektől visszakapok. Szóval náluk úgy van, hogy mondja Feri ezt, hogy ez a pénzzel való motiválás, mondjuk azért Virág most 13 éves, tehát hogy szerintem ilyen koma azért lehet. Most megmondom őszintén, hogy egy például én szoktam majd, hogy találos kérdésekért cserébe, hogyha jól válaszol, akkor adok nem neki, de simán. Jaj, ne. És jutass meg nem ilyenek, hogy feldobom semmi, leesik semmi. Tehát nem ilyenek. Nem az ennyire nem. Most a legutóbbi például az na, volt, hogy kapott volna 400 forintot akkor, hogyha megmondta volna, hogy hívják a bálnavadász hajónak a kapitányát a Moby Dickben. És mondtam neki, ez hogy 400, ez 400 forint, igen, és én feljelentelek egy álmatosságnál, hogy ilyeneket kínzod a gyereket. Betűnként, tehát hogyha egy betűt megmondok belőle, akkor mindig egy százas ugrik. 400-ból egy százas ugrik betűnként. Tehát összesen négy betűt kérett a gyerek, és mivel lemegy mínuszba? Akkor ő fizet neked? Akkor igen, és amikor én megmondom, akkor ő jön nekem 4 kiló. Azért 400 úgy, hogy százalanként ugrik betű, hát ennyire kegyetlenek még a szerencsejátékban se volt. Nem szoktam neki pénzt adni még én iskolai büfére sem, csak akkor, hogyha adott esetben nincsen időnk arra, hogy csomagoljunk neki, vagy kapjon valami kis plusz kaját, mert nem vagyok azért. De most nem csak az iskolai büfére, hogy gazdálkodjon vele, hogy megtanuljon spórolni, hogy megtanulja kezelni, hogy beoszthassa magának. A 12-13 éves korban ezt már kell kezdeni. Hát mire vártok, hogy miért nem adtok nekik? Nem sokat, most nem 10 000 kör van szó, csak hogy ossza be, vegye meg magának, gyűjtsön rá, hát az ebben a korban már bőven el lehet kezdeni. Hát pénzügyi analfabéta lesz előbb-utóbb. De tényleg komolyan mondom, mert 6 éves gyereknek nem adsz oké, de hát egy 13 éves gyereknek hát már simán el lehetne kezdeni. Gyűjteni egy kicsit, spórolni, kinéz magának valamit, tegyen félre, ossza be, ha egy kicsit elvesz belőle, akkor arra nem marad, hogy kell gyűjteni, hogy kell spórolni. Hát 400 forint 4 darab más hangzóért? Hát a gyerek mínusz 10 000-ben van. Magához is volt benne. Igen. Hogy hívják azt az angol hadvezért, aki a Dénapon harmadikként lépett partra Normandiánál 1944-ben. 500, már csak 4. Igen. Még egy kicsi 300. Más hangzóként mínusz 4 000. A keresztény flotta a vezérhajójának a neve a Lepantói csatára. Ez felér egy gyermekkínzással. Hát ez ilyen film. Moby Dick sztorit ő már ismeri, olvas? Persze, olvasta. És megvan a 400? Nem jött ki, az anya elárulta, úgyhogy ő kapta a 4 kilót. Ja, a konyhapénzt is így kell összeszedje. Ebben a korban már meg kell tanítani, vagy el kell kezdeni. Mitől féltek, hogy elkölti, vagy hogy ne szokja meg, hogy pénz van? Igazából nincs igényre. Nincs igényre, nem merült még fel, hogy neki nagyon kellene így gyűjtögetnie. Tehát, hogy nem terelem ebbe az irányba. Tehát, hogy persze sajnos az a baj, hogy az élet minden területén ott van a pénz, de mondom, mi az iskolai büfét is úgy kezeljük, hogy persze picit ilyen jobb hiány. Tehát, hogy semmi gond nincsen vele, meg tök jó minőség, meg oké. Jó, nem bántottad őket? Jó, nem, ennyire pohány. Jó, elnézést, csak kimondtam, hogy iskolai. Nem, semmi gond nincsen vele, csak mi alapvetően mondjuk csomagolni szoktunk el a gyereknek. Reggelenként nincsen ilyen értelemben rászorulva arra, hogy most oda menjen a büfébe, és akkor meg amit csinál, nagyon szeretem, hogyha meg automatázik a sajt. De most nem csak az iskoláról van itt szó, hát itt van szó hétvégéről, itt van szó moziról. Nem csinál ilyen külön programokat, tehát hogy nem nagyon megy el úgy, hogy akkor most elmegyünk shoppingolni a kükibe, vagy mit tudom én. Tehát, hogy nála nincsen, tehát közös családi programok vannak, vagy iskolai programok vannak, ahol ugye megvan szabva az, hogy mennyi pénzt vigyenek magukkal. Én nem gondolom azt, hogy többet kellene. Jobb nyilván, hogy most így 2-300 forinttal többet kap,
hogyha esetleg ott megkívánnak valamit, vagy a többiek megkívánnak valamit, és akkor ő sem szeretne ott áldogálni, azt nézegetni, nyácsorgat, vagy tolják. Jó jegy, rossz jegy, rendbe rakod a szobádat, hasonló, sokan csinálják. Van ilyen azért, van ilyen, tehát hogy a rendbe rakom a szobád, az nem, hát nem. Az tök alap, és egyébként a jegyeknél is úgy vagyunk, hogy nyilván ez egy elvárás a gyerekkel szemben, tehát na azért tanuljon jól, mert kap érte egy, hogy hívják, hogy 200, 300, 400 forintot. Hát bár csak annyit kapna, de ne túlozzá. Egy 5-ös 50 forint nálatok, nem? Viszont ha becsúszik egy 3-as, úgy minusz 300. Hogy egy, ha 5-ös 500, 4-es 400, még az 1-esért is kap egy 100-as. De hogy is nem. Én ezt szerintem nem pénzzel kell motiválni a gyereket. Hát sokan csinálják ezt, hogy ha rendbe rakod a szobádat, ha hozol egy 5-öst, ha lemosod apa autóját. Ugye hát azért ezt nagyon sokan használják ezen eszközöket, hogy a gyermek úgy tud pénzt gyűjteni, hogy különböző anyagi lehetőségekkel motiválják a gyermeket. Azt szerintem akkor ha hozol apának egy üvegsört. Az 500. Igen. A fröccsi az 700, mert az nehezebb, mert szódabor össze is kellett keverni. Azt mondják, hogy az alapfeladatok, amit Jani is mond, hogy az, hogy kitakarítja a szobáját, az alap, hát, tehát, vagy igen. Rendet rak. Engem azért úgy motivált annak idén apám, hogyha nem mosod le az pofont. Autót, igen, nem mosod le az autót, akkor nem kapsz egy filét, amúgy se, de úgy pláne nem. Kamerés mellé. Én mindig kiszolgáltam magam például. Tehát, hogy én nem kaptam külön zsebpénzt, úgyhogy rájártam apámnak a zsebére. De hát az akkor, jobb, tehát hogy akkor ne adjunk a gyermekeinknek, se hagyják, hogy lopjanak tőlünk, erre gondoltam. Mi is megoldottuk, drága gyerekek, lopjatok ti is nőlünk, én a bal zsebemben tartom az aprót. Na, drága szülők, írjátok meg nekünk, hogy nálatok itt hogy megy ez a pénzkérdés? Van-e olyan szülő, hallgatunk biztos van, aki pénzzel motiválja mondjuk a gyermekét, ha rendet rak? Mit mondasz a gyereknek, milyen kifogásokat találtok ki, amikor például valamit a gyerek meg akar vetetni, és megpróbáltok valahogy szellemesen lebeszélni? Ha valamiért nyaggat, ugye? Hát van ez a gyermek típus, aki azért meglát valamit, és akkor ki kell találni valamit, mert nem fogadja el. Milyen trükkös lebeszélések vannak, illetve ki hogy motiválja a gyermekét, ti hogy osztjátok be a pénzt, mikor fizettek, mikor nem. Van, aki például tényleg elítéli azt, hogy lehet az, hogy egy 5-ösért a gyereknek pénzt adsz, vagy a rendrakásért. Van, aki pedig azt mondja, hogy egy rendrakás 200 forint, csináld meg, és fizetek neked. Mindenki nagyon máshogy gondolja ezt. Ugye a kérdés csak, hogy a gyereknek mitől lesz pénzügyi kultúrája. Igen, de hogy beszél le például egy 5-ösről? Hát, illetve, hogy én ejtem 5-es, mert hogy most például azt szeretne a gyerek. Ne is mond. Ne is mond. Test, az mi? Ne is mond. Hát, ja. Szalmásnak érte, ezt se értem az hon. Öt, hát, mert miért akar 5-öst? Hát 6-os. Mert jó az ízlés a gyerek. Tele van érted korrel cuccokkal a lakása. Honnan? Na ez az, honnan? Látja, hogy milyen, tudod? És akkor így már mindjárt megy a jó felé. Jó az ízlés a gyereknek. Nekem is mondta Benni, hogy valakinek, valamilyen ovistársának na, ez, az ki kell telefonja van, és hogy neki miért nincs telefonja, és így megállt a sapka a kezembe, tudod, így tettem rá a sapkát így az öltözőbe, az óvodába, és mondta, hogy apuci, hogy én is szeretnék egy telefont, mert hogy van a nem tudom kinek, tudod, és így egy pici hab így megjelent a bal oldalamon. Az, hogy erre mit mondasz? Hogy neki miért lehet, neked miért nem? Eltereltem gyorsan, mondom, itt van 1000 forint, felejtsd el. Tök jó csináltad. Itt van némi cukorka, egy kis gumicukor, bölcseli szaloncukor, egy kiló kristálycukor. Itt van 500 euró, de anyám, nem mondj meg. Felejtsd el a telefont, inkább gyere, és mutass rá valami a játékboltba. Nem, hát nyilván megpróbáltam erről lebeszélni, csak amikor már először nehéz. Ér el az hozzád, hogy úristen, a gyerek fel fog nőni, és előbb-utóbb lesznek ilyen igényei, és nem is a pénz miatt, hanem hogy beszéled le, hogy óvod meg, ne kapjon meg mindent. Hát ugye ez a további szülői kérdéseket vet föl. Csiszolgatod azon a kis világodat, a kis értékrendszeredet, stb. Figyelsz, arra figyelsz, és jó, az a gyerek is azt mondja, hogy hát, de mit csinálsz, nekem már tabletja van ott. Érted, azzal jár. Ezzel, igen, hát ez lesz. Na, drága szülők, írjátok meg nekünk, hogy oldjátok meg. Ez egyébként nem egy egyszerű kérdés. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Morning Show, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Ha valakinek jó, akkor neki rossz. Ha valakinek nagyon rossz, akkor neki igazi eufória. Nála a véleménynyilvánítás egyfajta mánia. Bár igazából ez nem is igazi vélemény, nincs benne tény, nem is erény, csak szükségtelenül kemény. Mert nincs mögötte arc, csak felesleges harc magával és a világgal. Ő a troll, kiről a Morning Show most mindent kitálal. Troll percek a Morning Show-ban hamarosan. Háromnegyed 8 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, drága Morning Show hallgatók.
itt vagyunk a Klasszon, és a zseppénzről beszélgettünk, és arról a nehéz helyzetről, hogy az ember ad, nem ad, mikor nem ad, hogy mondasz nemet a gyermeknek, hogyan tanulod meg, hogyan tanítod meg arra, hogy jól bánjon a pénzzel, mikor kell elkezdeni, meddig lehet nemet mondani, és mikor ártasz már azzal, hogy folyamatosan nemet mondasz, és mikor használ az inkább, hogy egy kicsit adsz neki, és megtanítod arra, hogy ossza be, hogyan gazdálkodjon belőle, mi van akkor, ha elfogy, és hát ez ugye nem úgy működik, hogy kérünk, ameddig lehet, hanem a szülő kötelessége erre is felkészíteni a gyermeket. Az adással nincs baj, szerintem, hogy adsz, csak hogy adsz és miért adsz. Meg hogy mennyit. Igen. Hát, meg hogy nyilván, mire. Igen, tudod, de meg a, tehát a tanulási kérdések. Folyamatban viszont szerintem nagyon fontos, hogy később épeszű felnőtt legyen pénzügyileg hát a hogyan? Gyereket. Tehát ahhoz látni kell, hogy figyelj, ennyit van, erre kell, tegyél le hosszú távra, hogy majd, ha 3 év múlva valami akarsz venni valami nagyobbat, akkor már kezdjél rá takarékoskodni. Szóval ezek a fontos dolgok benne. Szerintem az automatikus adás az azért nem jó, mert hogyha most arról beszélünk, hogy szeretnéd, hogyha mondjuk legyen egy ilyen pénzügyi érettségük is a gyereknek, meg hogy az alapfogalmakkal legyen tisztában, akkor azon is tisztában kell lenni a gyereknek nagyon gyorsan, vagy legalábbis tisztában kell tenni, hogy te sem kapod ingyen azt a pénzt, dolgozol érte, tehát valamit teszel ezért a pénzzel. Oké, akkor erre mondhatod, hogy ő neki a munkája most a tanulás például, és akkor azt mondod, hogy a zseppénz kvázi az most azért jár, az a heti mitté 300 vagy 500, ezen nem tudom mennyit kell adni most, vagy mennyi az, ami jó, azért jár, mert te tanulsz, neked ezért az állambácsi vagy a munkahelyed ugye nem fizet, most apa lesz a nem, igen, nem szeretjük igen. ezt mondani, mert kicsit olyan, mint amikor a szüleink mondták nekünk, de hogy nekik tényleg az a dolgok, az a munkájuk, hogy igen. tanulnak. És igen. akkor már ezt tisztában is tetted. Ahogy egy hallgató írja, mi az virág, feldobom, semmi, leesik semmi, nem tudom, a te zseppénzed virág. Körbenézek otthon a szekrényekben, mert hallgatóznak. Ennyi. Megkeresem a pálinkákat. Hát ennyi. Hát ugye elmondta Jani még a hírek előtt, hogy ő mindig egy találós kérdés lesz fel a virágnak, és ha kitalálja, akkor kap zseppént. Így van. Aha. Néha a Titanic halottainak neve név szerint, néha pedig a feldobom, semmi, leesik nagy semmi. A Holohány alakja, a beceneve a megvesztegethetetlen, a Danton, B. Robespierre, C. Minden elrontott másrangzó, mínusz 5000. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy... Hello Morning Show, Balázs, nálad, ha lemosnál gyerek a kocsit, minimum egy hónap zseppénz elvonást eredményezre, mivel elvette az egyik kedvenc időt. Igen. Ez valóban. Egyébként igen, mert a te felségterületedre téved, nem? Én most rámentem a kézborotás mosásra, imádom gyerekek. Én is mindig jutalmazom a fiam a hozott jegyei alapján, ha ötöshoz nem kap semmit, de ha egyet kap, akkor adok neki egy ötöst, fáj is a füle mindig tőle. Ja. Azt is küldte nekünk. Én mindig azt mondom a 10 éves lányomnak, hogy ne majmold a többit, mert attól válsz különlegessé, hogy neked nincs, vagy ami van, az értékesebb, mint ami másoknak, a szeretetet nem tárgyakban mérik. Írta nekünk Mónika. Az én fiam 6 éve szokott kapni apró pénzt, hogy gyűjtögesse 5-10 forintot, sajna, vagy szerencsére nincs sok pénzünk, így ha elmegyünk a boltba, tudja, hogy csak egy valamit lehet le a polcról, és azt ő a saját pénzével fizeti ki. Ha nincs rávalóm, akkor nem hisztizik, tudja, hogy ha van, megveszem, ha nincs, akkor majd bepótoljuk. Puszi Marcsi. Egyébként ez nem baj, hogy a gyerek egy kicsi apró pénzből megtanul gazdálkodni és beosztani. Szerintem egyébként ez tök jó. Egy darab 5-ös 200, a lányom kitűnő tanuló, heti 15-20 darab 5-ös, nagyon jól kezeli a kis pénzét. Puszi Marjan. Hát, az viszont a másik véglet, nem? Egy darab 5-ös az 200, 15-20 darab 5-ös hetente. Ez 4000 forint. 4000 forint hetente, az havi 20, az lehet, hogy egy picit soknak tűnik. Havi 20 ezer egy 10 éves, 12 éves gyereknek az irreális. 10 éves kortól rendszeresen kaptak zseppénzt a gyermekek, a fiam gyűjtögette, a lányom 1 hét alatt elköltötte. A 3. hónap után módszert váltottunk, írja Viki, hát itt érdekes lenne, hogy milyen módszert. De ez is milyen érdekes, hogy a két testvér mennyire más, nem? Nevelt lány, 19 éves, hétfőtől péntekig a barátjánál lakik. Pénteken hazajön, és fizetett az anyjával az 5-ösért 500-at, a 4-esért 400-at. Korábban az anyja a 3-as és a 2-es jutalmazta. Zárójelben az asszony hülye. Hát, jó, hogy nem nekünk kellett ezt mondani, nyilván nem foglalkoztunk volna, vagy nem fogalmaztunk volna ennyire sarkosan, de hát ez most a ti felelősségetek, hogy így csinálját. Főleg, hogy persze, gyerek nem lakik otthon, igen. A gyermekek már a másodikban már a boltból kenyeret vásároltak, illetve a vásárolni mentünk, kaptak pénzt, és ők is választhattak maguknak valamit. Hamar megtanulták a pénz értékét, Marcsi küldte nekünk. Miért kell kifogásokat keresni, meg kitalálni űrügyeket? Azért, mert 6 éves nem hülye, csak gyermek. Nekem anyám megmondta, sajnos nincs rá pénzünk. Ennyi, megértettem, ez csak nevelés kérdése. Ezt Beni küldte nekünk. Köszönjük szépen. A fia minden nap kap zseppénzt, mindig mondja is, hogy meghívnak valamire, ha megyünk moziba. Persze ott mindig, persze otthon hagyják a pénzüket, és általában ezt elfelejtik. Nándi küldte nekünk. Egyszerű megoldás, nem kell gyermek. Oh, igen. Végül is. Egyébként jó vagy, igen.
A kollégám fia 13 évesen hozott egy ötöst a suliba. Jaj, de jó, vagy fiam, tessék egy ezres, most a gyerek 17. Apa megkérte, hogy segítsen neki fát vágni, a gyerek válaszolt, számla nélkül 4000 per köbméter. Megtanulta. Számla nélkül. Megtanulta a gyermek a leckét. Dani küldte nekünk. Mi pénz helyett pontrendszert vezettünk be, hogy értéke legyen a dolgoknak, és hogy ne kelljen mindig a pénz. A lányom 6 éves. Egyébként ez jó megoldás. Jó megoldás, nem? Hogy pontrendszert vezet be. De azt utána átváltod lóvéra, nem? Igen. Hát nem biztos, lehet, vagy hogy mi? Vagy kap valamit a gyermek, ha sok ja, pontot ha sok a pont, akkor... Aha. Ötösért 500 forintot adok, a gyerek kitűnő, kész anyagi csőd. Én mindig azt mondom, hogy neki a tanulás az a munkája. Így van. Sok igen, az 500, igen, látom igen, az arcodon. Sok. Igen. A pontrendszernél viszont Janinek az vagy, hogy ez nagyon magas, tehát hogy hát minden, ami nem kerül pénzbe, az nem tetszik, abszolút, igen. 10 piros pont, 1 narancssárga pont, 1000 narancssárga pont, 1 rózsaszín pont, 10 rózsaszín pont, 50 forint. Hajrá, virág! 4 év alatt a gyerek begyűjt egy rózsaszín pontot, tudod. És most egy kupon, amit levásárolhatsz. Na, köszönjük szépen, drága hallgatók. Hát igen, nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű élethelyzet ez, de hát minden. Előbb-utóbb szerintem tényleg a gyerekeket fel kell erre. Kétszerűen minden esetre az apa, aki a levelet írta, az szellemes volt. Játszunk, ha minden igaz, itt van már is a játékosunk, és a kérdés pedig az, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Ülész hevére faszít. Hotájálat, életeszűrben mondjuk. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyel lang, aki válaszol... Itt Lozs. Zsolti. Zsolti, hello, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Szia, Zsolti. Hello, honnan hívtál minket? Budajkról, éppen úton vagy a Székesfehérvár munkahelyemre. Van-e hó? Hát ilyen halványom, de a fejünkbe borít mindent, úgyhogy ilyen 1 centi. Akkor az látványhó. Ezt ma megtanultuk Ákostól, hogy ez a látványhó. Így hívják, akkor jó. Na most már én is tudom, akkor ezt én nem hallottam. Mit dolgozol? Mit csinálsz? Én egy beszerző vagyok egy multinacionális cégnél, ahol szivattyúkat gyártunk. És akkor beszerzed a szivattyúhoz az alkatrészeket? Így van, konkrétan a komponenseket, amiből összeállítják a gyártósorokon a szivattyúkat. Nagyon jó. Nem tudok többet kérdezni. Nem, igen, szivattyúügyben egy kicsit meg vagyunk. Befordultam egy zsákutcába, aha, belementem, igen. Most tolatok. Érzitek? Halljátok a hangot? Most elkezdtem tolatni. És a magánéletet hétvégén a bulik. De mögöttem dudálnak, hogy menjek előre, viszont rájöttem, hogy nem tudok. Csapdába estem, ti jött. A rutinos hallgatók már tudják egyébként, amikor egy picit elhallgatunk egy-egyen, és mivel foglalkozik, és elmondja igen. A kedves hallgató, hogy mivel foglalkozik, hogy picit elhallgatunk utána, akkor egy lelki személyen körül megjelennek mindenféle szivattyúk. És közben mit kérdezek, és rájövök, hogy zsákutcában vagyok. Hát, mit szeretnétek még tudni róla? Semmi. Mondok, nekünk ez most elég, ezen most elagyalgatunk így a következő hétig. Van gyereked? Ja, értem. Van gyereked? Igen, van két kislány, egy 3 meg egy 6 éves. 3 és 6 éves. 9. Az 9. Így van. Igen. Jól van, na, szólásmondás, illetve tárgy, ez van még nekünk. Nagyszerű, megpróbálom a tárgyat. A tárgyat megpróbálod. Jó. Indítjuk az órát, kétszer mutatjuk, figyelj. Oké, okay, és? Genyész oldap. Uha. Mutatom még egyszer. Genyész oldap. Padlószőnyeg. Ennyi! Genyész oldap. Így van, így van. Szép volt, genyész oldap. Így van. De jó szó. Genyész oldap. Ez visszafelé padlószőnyeg. Ügyes vagy. De nagyon kevesen, keveseknek megy ez a játék. Nagyon sokszor hallgatom, nem tudom, nekem az annyira tetszik, akárhányszor bejöttem, én reggelent ezt mindig hallgatom, próbálom megfejteni, úgyhogy most is, most a kollégámtól kaptam a segítséget, úgyhogy nem egyedül voltam a megoldásban. Ő ott ül melletted, vagy elküldte SMS-ben? Itt ül mellettem. Ott ül melletted. Igen. Jól van, genyősz oldap, így nagy volt, jó. Ez ugye padló szőnyeg, úgyhogy megvan az ajándék. Ez nagyon tetszik, megvan az ajándékcsomag, küldjük nektek. Jó? Jó, oké. Köszönöm szépen. Adsz neki belőle valamit? Meglátjuk, persze, osztozunk, hárman vagyunk, úgyhogy majd szétszedjük a bögrét, összetörjük, és akkor a darabokat szétosztjuk egymás között. Jó, az egy nagyon szimpatikus megoldás, hogy mindenhol valaki kap egy fület, valaki megkapja az alját. Jó. Így van, így van. Köszi a játékot, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Hello, szia Zsolti. Nagyon szépen lakik egyébként Zsolti, ők a coach mellett. Igen. Csokak. Jézus már. Bocsánat.
Na, gyorsan közlekedjünk egy picit. Jó, hát ha van egy-két friss közlekedési hírünk. Ajkán szakad a hó a gyerekek nagy örömére. Ez jó. Gyerekek, örülnek. Hó. Gyanús ez az egész, mi? Gyermekkoromban én is hogy örültem a hónak. Valahogy más volt az a világ, amikor havazott, nem? Én most is szeretem. Igen. Nem? Máté Szalkán a járni úton a Molkutnál személyautó csúszott egy busz hátuljába, áll a forgalom, trafi Szolnokon a Kertész úton befelé, úgyhogy mindenki vigyázzon, M1-es autópálya Bábolnál, BMW rommát törve, Bábolnánál, BMW rommát törve, még nem zárták le. Vigyázzatok, 5 perc van, 8 óra, Biogabival folytatjuk, megjött hozzánk! Nem láttuk egy hónap. Nagyon régóta nem találkoztunk vele. Úgyhogy a hírek után érkezik hozzánk Biogabi. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt, pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, szállingózik a hó, szerte az országban, hol csak látványhó, hol ugye nagyobb hó, úgyhogy vigyázzatok magatokra, vigyázzon mindenki a másikra, csúsznak az utak, sok a baleset, úgyhogy csak óvatosan, csak szépen, lassan. Trafi az M1-esen a 108-as kilométernél szokatlan helyen, a felüljáron egy kamera van, vigyázzon mindenki, Balázs írta nekünk, hullahó és ázik, a taxis megfázik, kaptuk SMS-ben. Debrecenben is szakad a hó, két hótolót is láttam, de egyik sem engedte le a lapot. Miért? Kérdezi egy hallgató, a kérdés egyébként tényleg jó lehet, hogy most éppen mennek vissza a bázisra tölteni, igen, nem? Igen, és... attól még tudna lapozni, lapozni akkor azért nem lapoz, mert még nincs annyi hó. Ja, vagy még nem tud tolni. A tetejét tolja le. Igen, először. Fölötte, 10 centivel. Vagy csak járőröznek és nézik, hogy hol kell majd lapozni. Felmérik a terepet először. És az a... Nem az, az, az. És az... Nem, nem, most. Mi az? Ők csak az őrszemek. Kirajzottak az őrszemek, nézik, hogy merre van most nagy hó. Jelentenek a többieknek, mint a méhek. Kirepül az őrszem, jelent, és aztán elindulnak a többiek. Ők most csak, ugye... Ők csak az őrök. Csak kirepültek körbenézni a kaptárból. Egy vadász pár, mint két grippen, ők is mindig úgy van. Csak járőröznek. Csak járőröznek, igen. A Budakeszi út teljesen beállt, sok hó esett, de tiszták az utak. Fecó küldte nekünk. Hello, Bali, már reklámszövegeket is válasz, hiába próbálod más orgánummal reklámozni. Az izraeli tengerpartot engem nem versz át. Konkrétan ránéztem Zsűre, és azt mondta, megkérdeztem, hogy ez én vagyok. Van egy reklámszöveg, rá kellett néznem a Zsűre, hogy ezt kimondotta fel velem, mikor és miért csináztak be ennyire, hogy én erre nem emlékszem, illetve miért nem utalnak. És miért nem szólt, hogy ne vállaljak ilyet ingyen. Erre hogy bolinthattam rá? Igen, felkaptam a fejem, hogy erre nem is emlékszem, hogy ezt fel kellett mondanom. Azt mondja, hogy... Lekezel majd ilyen, hogy hívják ilyen kereskedelmi témai beszélgetéseket, és fogsz majd csinálni, mint a Roli. És észre sem veszem, csak csinálom én. Sopronban úgy havazik, mint a szivattyúznák. Győző küldte nekünk, a 62-esen Fehérvár előtt mérnek, úgyhogy vigyázzon mindenki. Valamint Győri irányában, Komárom után két autó ütközött, torlódás várható. Gergő küldte, illetve sokan kérdezitek az M1-es, M7-es bevezetőt, állítólag még mindig dugó van, a Török-Bálinti lehajtónál, ott történt egy kis baleset, ha azon túl vagytok, akkor már jól lehet haladni. Zircen havazik. Jó. Igen, magunk elé képzeltük a havaszágot. Nem, de csak elolvastam, hogy tudom-e tovább olvasni. Kedvesem autós moziban januárban meg akarta nézni a Télen zárva című filmet. Jó, szerelmem, láttam az autós moziban a Télen zárva. Vigyél el engem. Így van, így van. Nyitás március 1-én ez volt az alcímnak a film. A főszerepekben hétfő, kett, szerda, csütörtök, péntek. Veszprém Ajka között a 8-as főút havas jégbordás takarít. Ez pedig Zé küldte nekünk. Na, hát mi pedig megyünk tovább méghozzá olyan valakivel, aki nagyon régen járt már nálunk. Közel egy hónapja nem találkoztunk vele, nem láttuk, most viszont itt van, eljött, úgyhogy már is Gáborra folytatjuk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Gábor, jó reggelt kívánok neked! Szia! Jó reggelt, szervusztok! Szia! Jaj, de örülök, új év, új célok, új ing, új feladatok, új ing. Karácsony, Jézuska hozta?
Kicsit korábban kaptam. Korábbi. Aha. Hm. Megtaláltad a szekrényben? Azért aha. korábban? Turkáltál? Hm? Te kis kíváncsi, nem bírod megvárni a szentestét. Hm? Nagyon helyes. Gábor, egy kockás ingben van, fekete, és maga az ing, és kockák vannak rajta. Így kell elképzelni. Igen, igen, hát ez most a megújulásnak az egyik része, eszköze. És hát több mint egy hetet távol voltam, illetve hát egy hétig voltam, képzeljétek, Székelyföldön. Egy életmódközpontot néztünk meg, talán több mint 20-an, egy szakmai csapattal, orvossal, terapeutákkal, táplálkozási szakemberekkel. És hát azt kell mondjam, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, és a szegényeknek a jó hír hirdettetik. Hm. Mert oh, hogy... Ez egy idézet volt a Bibliából? Igen, igen. Mert hogy egy olyan intézményben jártam, ahol gyógyszer nélkül, hát nem szabad azt mondanom, hogy gyógyítanak, de lényegében arról van szó, hogy, hogy egészségesé tesznek embereket, akik magas vérnyomással, magas vérzsírszinttel, túlsúllyal, ízületi problémákkal kerülnek be. 11 nap alatt lényegében egészségesen távoznak. Hát megmondom őszintén, én sokat olvastam és sokat hallottam már, de ilyet. Ilyet így a saját szemeimmel nem láttam még. Na, de akkor mesélj egy kicsit, hogy mit láttál. 11 nap alatt azért ilyen tünetekkel valakit meggyógyítani, az valóban csoda. Azért 11 nap alatt azért egy súlyos elváltozásokat, hosszú-hosszú évek óta felgyülemlett lelki és valószínű az a titok, hogy olyannyira átállítják az embert, hogy az első 2-3 nap azért arról szól, hogy változás, azt nem mindenki annak nem mindenki örül, de az utolsó napokon az emberek megújulva vidáman, tehát a kedély állapot, a közjelzet. Képzeljétek el Mezőminesen, egy hegytetőn, ilyen fenyőves és egyéb erdő közepén egy szanatóriumot, ahol harapni lehet a levegőt, ahol friss az idő, főleg ilyenkor januárban, és speciális terápiák vannak, úgy képzeljétek el, hogy különböző vízkezelések, ülőfürdők, váltóhőmérsékletű fürdők, jég, tehát jeges terápiák, forróvizes pakolások, gőzpakolások, agyagpakolások, és olyan szakemberek, akikre nagy a kereslet egyébként az egész világon, különböző terapeuták. Én is be voltam osztva egy terapeutához, Máriuszhoz, én csak Super Máriusznak neveztem el. Hogy örülhetett neki? Mennyi volt a csúcsod a kettes pályán velem? Megtaláltad az összes aranyon? És ő mutatta meg nekem a különböző kezeléseket, parafinpakolás. Képzeljétek el, hogy valaki megmasszíroz, teljes testes masszírozás, és parafinpakolás a hátra, forró parafinpakolás, és ott rajta van egy 10 percet, és amikor felemeli a parafint, akkor alatta, hát az ilyen 18-as karikás, ami ott van, tehát ott a verejtéktől kezdve a mérgek, minden távozik, és ugye a hát az nagy felület, döbbenetes, ami ott kijön egy emberből, és ugye valaki a disznóhús mellől, bocsánat Feri, eljön Hergéliára, eljön Mezőménesre, és ott kitisztítják, méregtelenítik, és azt kérik, hogyha hazamegy, akkor folytassa, valamilyen szinten próbálja folytatni. Van dietetikus, 3 orvos, az előadásokat orvosok tartják, bemutatják a betegeknek, hogy alakul ki egy magas vérnyomás, mik az étrendi, életmódbeli okai. Van mozgásterápia, van konditerem, van medence, zseniális az egész, úgy ahogy van. Most nyilván, most egy orvos azt mondja, hogy hát ez kevés, mert ott vannak a gyógyszerek, meg egyebek. Én azt láttam, hogy nagyon sok betegség úgy gyógyítható, hogyha még időben elkapják, hogy nem kell gyógyszerre állítani az embert, hanem terápiákkal, gyógynövényeket kevernek, és ezeket itatják a beteggel, és minden ember mellé van egy ápoló. Tehát éjjel-nappal figyeli, kézen fogva viszi a terápiákra, beszélget vele, lelki gondozza. Gondolom, azért ez horror ár, nem? Tehát azért egy hétig így, hogy ápolnak, ápoló van mellette, tanácsadás, terápiák, kezelések, azért ez... Ez a 11 nap, ez annyiba kerül, mint mondjuk itthon egy ünnepi hosszú hétvége wellnessben. Aha. Tehát... És azért az egészség ezért teszer 11 napon. És ez az időintervallum, tehát ennyit ott kell lenni? Érdemes ezt végigcsinálni. Ez akkor működik, hogyha az ember ott van, rengeteg a visszajáró, és én láttam az első napot, hogy az ember azért kétkedve, hát föláll, bemutatkozik,
és láttam az majdnem az utolsó napot, mert egy hét után el kellett, hogy jöjjek, tehát 11 napig nem tudtam maradni. Itt jutottak, hogy nem győztek már parafinnal. Az ember, aki vánszorgott be a vízkezelő, vagy a lázkeltő fürdőbe az első nap, az utolsó nap nevetve, mosolyogva, vidáman, szinte fejes tugrik a kádba, hihetetlen, amit te volt a medve a Hargitáról. És szóltak neki, ne, abban most nincs víz, ne, mindegy, ne arra. És fontos, hogy lelkileg és fizikailag is gyógyulnak ezek a betegek, és ugye azért mentünk ki, mert itthon is most már létrejött egy ilyen intézmény, erről nem beszélek, de szeretnénk megtanulni azt, hogy kell ezt csinálni, ugye a táplálkozási terápia részét sajátítom el, és voltak ilyen előadásaink is, orvosok tartották, úgyhogy kőkemény, és azt látom, hogy mindig van mit fejlődni, és sajnálom, hogy egyébként nem foglalkozunk többet ezekkel a terápiákkal. Tehát beszélünk a táplálkozásról, rendben, ez fontos dolog, de mikor olvastatok utoljára egy jó agyakpakolást? Nem kell kiabálni rögtön. Verekedjünk egybe. Vagy egy jó váltóvizes hülőfürdőről. Hát azért ezeket most már különböző ilyen wellness hotelekben, mint spa szolgáltatás színvonalasabbakban azért de ez az valás, hogy a wellnessbe elmész. Úgy értem, hogy a wellness, az csak egy sima wellness, de azon hoteleknek már van úgynevezett spa szolgáltatás, ahol már azért nagyon sok hasonló kezelést tudsz igénybe venni. Hát a wellness, amikor te egyedül bemész, jacuzzizol egyet, szaunázol önmagadtól, de a spa az ugye, ahol azért szakemberek, orvosok. Van egy 150 éves rendszer, ahol föl van fűzve elejétől végig. Hát ilyet keveset hallasz. És igen. Rengeteg a gyógyult ember, tehát olyan tapasztalatok annak, mint sehol máshol. És tényleg azt gondolom, hogy ez fantasztikus. Ez sokkal több, mint egy szolgáltatás, ez szolgálat. Tehát a maga a wellness, az azt jelenti, hogy bemegyek a jacuzziba, aztán elmegyek a masszörhöz, de ugye Super Mario-t tudta, hogy hova kell nyúlni. Gabi! Gabi! Ahhoz, hogy mindenki boldog legyen. És mindez 11 napon keresztül csoda, hogy már az akar. Tehát bemegy a beteg, lefekszik az ágyra. Bum bum finish, Gabi. Csak ennyi. És Super Mario-t megkapja a papírt, hogy a betegnek milyen problémái vannak. Azt ott mérik föl, vagy a beteg hozza magával? Leleteket hozza magával a beteg, a legelső nap az orvos egy órát beszél minden emberrel, és részletesen egy hihetetlen hosszú kérdív. Akkor 24-en voltak, nem? Miért? Hát mert minden emberrel egy órát beszél, és egy nap. három orvos van, egyébként 50-en voltak, és valóban megindul a fogyás, speciális dietoterápia van. Szóval a masszőr, az orvosi gyógymasszőr, az tudja, hogy mit szabad, mit nem. Szabad-e a parafint, vagy nem, kíséri tovább a beteget, személyes, úgyhogy megmondom őszintén, hogy minden téren szerintem valami ilyesmit kell csinálni. Találtak valamit? Csak azért kérdezem, mert ugye tudjuk rólad, hogy nem eszel állati fehérjét, vegetáriánus vagy, mozogni mozogsz valamennyit? Most futkározik a Gábor. Igen, kocizik is, kondizik is. Futkározik szépen, mondtam már többször. Ugye viszonylag azért egészségesen élsz, és nyilván odafigyelsz a lelki egyensúlyra is. Hát azért ennyire már megismerhettünk, hogy erre figyelsz. Mégis voltak olyan tünetek, amikor azt mondták, hogy neked azért erre kell, neked azért arra kell, vannak rizikófaktorok, veszélyeztetett vagy mondjuk már látható valamiféle pszichoszomatikus, vagy mondjuk testi elváltozás. Az én esetemben azt mondták, hogy alapvetően egészségesnek tűnök, vagy az vagyok, de kötöttek az izmok, tehát az, hogy egészségesen táplálkozok, az szép és jó, de itt nagyon sok mindenen kéne megjavítani. Tehát a felépítésen, az izomtömegen, a zsírszázalékon, tehát nekem körülbelül... Ugye a sok erőt turmix, ugye? Lerakódott, minden régtáj. Meg az a kis édes reggeli, amiket mindig elmondasz nekünk, sok-sok édesség. Hát én reggel fogyasztom az édeset, tehát 8 évig könyvet írtam, ugye 2002-től 2010-ig, és akkor kevés mozgás volt nekem, akkor éjjel-nappal könyvet írtam. Meg előadtam, és rá kellett jönnöm, hogy ez így nem működhet, muszáj, és akkor elkezdtem a sportot, a futást, a focit, a fallabdát, tehát szó nincs arról, hogy én minden szempontból tökéletes volnék, hanem nekem is elmondta a szakember, hogy ezt is kell változtatni. A táplálkozásban sokat haladtál, fiam, de mellette még... fiam. Egyre szimpatikusabb ez a kis Super Mario. De mellette még muszáj, hogy a 8 alapelvet, tehát ugye a légzés, a napfény, a
a pihenés, a vízfogyasztás, a vízkezelések. Tehát ugye az életmód az nem csak evésből áll. Úgyhogy nekem egy kicsit többet, tehát olyan szempontból adott többet, hogy a szemléletem ilyen teljesebb lett. Uh-huh. Hát látom most már a tányéron kívül az egyebeket is. Jó, de egy átlagos emberhez képest azért jól egészségesebb vagy. Hát hogy ne, ezért kérdezem, hogy ha még nálad is, akkor ugye egy átlagos embernek ezért igénybe veszi jobban a szervezetét, kevésbé tudatos lenni, mert stresszel dolgozik, megélhetés gyerekek, hogy akkor ott valójában mit találnak, ha még nálad is ennyi mindent mondták, igen. Mindig lehet javítani. Voltál agyakpakoláson? Kérdezi egy hallgató, hogy az mire jó? Szokja a páciens a földet? Ez egyfajta felkészítés. Igen. Szokd meg, fiam, szokd meg! Hát az agyakpakolás semmihez sem fogható, hogy az agyag ahogy hűl ki a testen, olyan komplex méretlenítő hatása van, hogy azt nem lehet mással pótolni. Vannak lenmagos pakolások, faszenes pakolások. Lenmag? Igen. Hát felele... mire beszólsz egy testet lenmaggal oda? Uh-huh. Kell. Ha valakinek arcra gyulladása van, lenmagot összekeverz faszénnel, fele-fele alapon, egy picit meg kell duzzasztani, és föl kell tenni az arcra. Ugye, tehát gézlap kell, és föl kell tenni az arcra, és az reggelre lehúzza. Teljesen lehúzza. Homloküreg, arcra gyulladás. Hmm. Van, ahol tüdőre helyezik. Egy kedves szakember barátunkkal megcsinálták ott helyben azt a komplex pakolást. Képzeljétek el, hogy lefekszel egy szép nagy ágyra, alá tesznek egy forró gőzpakolást, rá plédet, illetve törlőközőket ráfekszel, a teljes testad alatt forró gőzpakolás, vagy a hátad alatt, és raknak a mellre és a hasra forró pakolásokat, gőzpakolásokat, a lábad pedig forró vízben van, be vagy takarva nyakig, és a fejedet pedig hűtik. És hát ezt olyan 20-25 percig, majd időnként jéggel bedörzsölnek. Jó. Tehát leveszik a gőzpakolást, a forró gőzpakolást, izzadsz, mint a ló, és jéggel átdörzsölnek, majd visszarakják. Jó, megáll a szívem. Perelhetek? Hát, nem áll meg. Ott van folyamatosan az ápoló, és az orvost úgy képzeljétek, hogy az orvos, a főorvos, az folyamatosan jár mindenhol, tehát gyakorlatilag óránként rád néz, vagy fél óránként ott van, és megkérdezi, minden rendben van, mit tudok segíteni, tehát egy állandó kontroll. Vegye le a pakolást, mert rohadt melegen van. Mit tudok segíteni, vegye le azonnal. Igen. Aj, de jól hangzik ez. Hát azért sajnos kevesen tudnak ugye kiütni így a januárból 11 napot, de hát ez ugye egy terápia, hát ennek nincs értelme, vagy nincs értelme, hogy az ember oda megy két napra, három napra, ezt végig kell csinálni. Nekünk most az a célunk, hogy olyan alapítványi modellt hozzunk létre itthon, és az már létre is jött, hogy csak egy-egy napra is el lehet jönni. A lényeg az, hogy nem kell, tehát ha nincs egy hét, most egy öt nap szabadságom, valaki látogasson be egy napra, töltsön ott egy napot, kapjon kezelést, pakolást, agyagot, nézze meg, hogy ez kell-e neki. Mert ahhoz, hogy valaki úgy döntse, hogy elmegy egy hétre, először végig kell menni rajta. Úgyhogy vannak terapeuták, és most már elindítjuk ezeket a folyamatokat, muszáj, és a lényeg, hogy non-profit legyen. Tehát itt nem az a cél, hogy üzlet. A lényeg, hogy segíteni, non-profit, önfenntartó működéseket hozni. De jó, ez nagyon szimpatikus. Tehát ez nem wellness, ez nem szolgáltatás. Itt mi azért, tehát most viszonylag sokan lettünk így ebben a modellben, hogy adjunk úgy, hogy egy-egy napra is lehet jönni, és akkor ugye főzőkörök. Főzőkörök vannak, tehát... Csillog a szeme, gyerekek, 20 percet csillog. Főzőkörök. Főzőkörök. Imádlak, nagyon jó. Főzőkörök. Hát futókör, főzőkör. Hát mi a konyhán majdnem egy napot töltöttünk, 50 főre főztünk, voltunk rá 4-5-en. Győztik csicsókával az igényeinkre? Nem, csicsóka nem volt, viszont volt nyers torta. Nyers torta az készítettünk. Az jó, abból... Datójával, mandulával, karobbal nyers tortát, és hihetetlen. Tehát élmény volt. Főzőkörökön is észre lehet venni, tehát aki hazamegy, már legalább egy 8-10-15 receptet már magának tudhat. Úgyhogy megmondom őszintén, ez több, mint egy terápiás központ, vagy munka. Ez egy életmódváltás. És aki hazamegy, folytatja. És aki folytatja, az gyógyul, és visszatér, és megint meglökik egy kicsit. És évente egyszer rákölti azt a 150 ezer forintot, 180 ezer forintot, eljön, 11 napig ott van, helyesebben ugye lejben, nem forintban, és gyakorlatilag mindig gyógyul és gyógyul. Van, akit a családja egy-két évente beirat. Nagy szülő. Csak menjen már. Ez az ajándék. Ja. Most is volt ez az ajándék, hogy januártól, amikor is kedvezményes, akkor menjen. De ez most nem intézmény reklámnak szánom, hanem maga az elv, hogy hazamenve és gyakorlatilag egy teljes változás. Basszus, tiltsák be, elveszik az orvosok munkáját. Tiltsák be ezt az intézményt. Tiltsák be ezt és az Ubert. Ha nem lesz egyetlen szívbeteg, sem mit csinálnak a kardiológusok?
Hát lesz munkájuk sajnos, így is, úgy is, de nézzétek, én azt láttam, hogy van egy csomó probléma, ami idejében kezelhető gyógyszerek nélkül, és szerintem ezt az orvosok is elfogadják, amit most már ez nem hazugság. Van egy határ, amin felett kell, vagy kell adni a gyógyszert. Ez esetben itt Hergélián is egyébként mezőménesen nem vehetik el a gyógyszerét. Ugye? Nem vehetik el a gyógyszerét, de az orvos, ugye három orvos konzultál, esetleg még szakintézménnyel is konzultál, és csökkentik, és figyelik. És értesítik az orvosát, stb. Nagyon fontos dolog, de ez egy felelős dolog. De a lényeg, azt mondta az orvos, mert kérdezik, hogy elmerik-e hagyatni a gyógyszert, azt mondta, hogy nem ez a lényeg. A gyógyszert lehet, hogy meg kell hagyja, de mellette váltson, és hogyha hazatér, a saját orvosa fogja látni a javulást, és ő majd intézkedik. Tehát itt nem az a feladat, hogy elhagyassák a gyógyszerét, hanem hogy átállítsák. Hát igen, csak pont most olvastam egy érdekes cikket, hogy azért vagyunk például az Európai Unióban vezető helyen a rák statisztikában, mert nem feltétlen élünk rosszabbul, vagy rosszabb körülmények között, vagy élünk árosabb életet, hanem egyszerűen mire eljutsz oda, hogy felismerjék, ugyanis annyit kell várni magára a vizsgálatokra, hónapos, két hónapos, három hónapos előjegyzések, amivel próbálnak most már javítani, és hoztak olyan törvényeket, hogy minél előbb sorra kerülje, hogy egyszerűen késő a felismerés. Igen. És ezért vagyunk rossz helyen, nem feltétlenül az életvitelünk miatt, azon is persze nagyon sokat kéne javítani, de hogy hosszú-hosszú idő, mire diagnosztizálják, vagy mire felismerik, sajnos, és ott már, ha hamarabb megtörténne, jobban lehetne kezelni. Mondom, a napokban volt egy cikk, hogy a felismerési szakaszon kell még nekünk nagyon sokat rövidíteni. Igen, igazad. Mire az ember szembesül a betegségével, addigra már elveszíti az esélyét 50-ből 30 ember, hogy valóban meggyógyuljon, mert olyan stádiumba kerül. Nyilván ezen hallani most azért változtatásokat, hogy vannak, vagy eszközölnek, vagy próbálnak, de hát nem könnyű. De hát ott vannak ezek a teljesen hétköznapi vagy hétköznapibb problémák is, amikkel az ember akkor is szembesül a belenézett tükörbe. Itt van most még egy újabb statisztika, most jött ki, hogy gyakorlatilag minden negyedik magyar túlsúlyos, és hogy világviszonylatban az Egyesült Államok mögött állunk, Európában meg torony magasan vezetünk. Csúsztartók vagyunk benne. Tehát azt meg látod, arról tudsz, ahhoz nem kell különösen szűrővizsgálat, hogy kiderüljön, hogy túlsúlyos vagy. De nézd, Balázs, szerintem egy betegség sem alakul ki egy hét alatt. Az, hogy növekszik a vérnyomás, az csak észreveszi az ember. Vagy egyszerűen nem megy 5 évig vérnyomásmérés? Szerintem nem. Az, hogy a koleszterin szintje magasabb, az ki kell derüljön. Ha valakinek 10 éve nem volt ilyen mérésen, persze. De ugye a szakma, az orvosi szakma azt mondja, hogy a szűrés. Én szűréspárti vagyok, de nem vagyok kifejezetten gyógyszerpárti. A szűrésre szükség van, mert megelőzés szolgál. Az, hogy valakinek rákbetegsége van, ugye az gyakran nem derül ki, bár arra is vannak szűrések. De itt elkapják, azt látják, hogy 150, mondjuk 160/90-es a vérnyomásod, elutazik valaki, mondjuk egy román ember, elutazik Hergéliára, és leviszik, és stabilan 120-130-ra csökkentik, nincs szükség vérnyomás csökkentőre. Valakinek már 180-as is vérnyomás csökkentőn él, mint a évek óta, és elmegy Hergéliára, akkor le fog menni 150-160-ra, vagy még jobban, de nem fogják elhagyatni vele a gyógyszerét, csak azt kérik, hogy ha hazamegy, konzultáljon az orvosával, és mérjék be újra, és állítsák át a gyógyszert, mert biztos, hogy csökkenteni kell a mennyiséget, és később lehet, hogy el is lehet majd hagyni. Tehát így dolgoznak. Van egy csomó probléma, autoimmun betegségek, egyebek, amik nyilván nem gyógyulnak meg, persze 11 nap alatt. Vagy 10-ből 5-6 esetben olyan problémával állunk szemben, amin lehetne segíteni. És segítenek is, és mi is szeretnénk segíteni. Hát ez jó, mindenféleképpen jónak tűnik. Meg hát ez mondjuk elindul, vagy elindulhat majd előbb-utóbb Magyarországon ilyen komplexen. Hát mennyi, hány ember kapna lehetőséget arra, hogy meggyógyuljon, vagy időben felismerjék működik. Igazából, persze. Ez működik, csak ráfizetéses a dolog, és muszáj volt megnézni, hogy kell ezt működtetni legalább önfenntartó módon, mert a gatyánk rámegy gyakorlatilag, ugye erre a dologra, helyesebben a támogatóknak, tehát muszáj ezt önfenntartóvá tenni. Nyereségesen nem nagyon nagy nehéz tenni, de nem ez a cél, ahogy mondtam, önfenntartó működés. Úgyhogy Muszáj. Magyarország, ugye, ahogy mondtad, Jani, Magyarország szerint a legegészségtelenebb ország Európában, sőt, világviszonylatban hányadikok vagyunk? Harmadik. Hát elhízásokban második. Mexikó, Amerika-Mexikó. Tehát ha valahol, akkor itt szükség van szanatóriumokra. Jó, mit hoztál még nekünk, Gábor? Csak röviden, már nem menjünk bele újabb nagy témába. Történt még valami? Visszacsatolnék erre, amit igen? János mondott, az Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára, hogy sokat túlsúlyos, és ezt, hát döbbenetes, idézem, a sok szénhidrát jelesül tészta, ez rendben, fehér kenyér okozza, rendben, rizs, krumpli és gyümölcsök. Na. Senki nem mondja ki úgy a fehér kenyér.
Hát az a gyűlölet, ami a hangodban van. Tehát akkor most már nem a zsír a hibás, hanem nézzétek, a szénhidrát. Én majdnem lefordultam a székről, ha nem olvastam volna szakember szájával, nem akarok senkit bántani. Jó, a tészta hízdal, tudjuk, a fehérkenyét hízdal, csak ne írjuk le a cikkbe, azt gondolom, hogy a legújabb kutatások szerint a szénhidrátok okozzák, és ez nagyobb mértékben főszereplő, mint a zsír, vagy a zsíradék. Ez egyszerűen nem is tudom, mit mondja. Na, ezt fogjuk kibontani két hét múlva akkor. Jó? Vagy jó. Léci, jó? Mert ezek a kontrollálatlan dühkiterésektől lett tényleg egyszer megszokhatatlan. Rendbe teszünk akkor ezt így, már a krumpli, ez már a gyümölcs. Jó, erről beszélünk akkor két hét múlva. Mit reggeliztél, Gábor? Köszönöm szépen. Muszáj volt. Az a helyzet, hogy Hergélián jó volt a reggeli, de azért olyan áfonyás csicsókás zapkását azért nem ettem. Amit te csinálsz. Egy picikis hajdinapehelye. Ó, van. Szórva, vagy benne volt a hajdinapehely? Nem, ezt én rá külön, külön üvegeben ráír, vagy hajdinapehely, ott van. Most úgy megcsikiznélek meg, egy kicsit úgy odabújnak. Hajdinapehelyel? Egy pici kis hajdinapehelyel ízesítetted a kizapkásádat? Némi datójával? Az logosított, igen. És gyümölcsel. Tehát ilyen egyszerű, de már nagyon kívántam. Hosszú volt ezre a távol. Hajdinapehely zapkás áfogyával. Ja, Istenem. Ez jött a kedvem megkóstolni. Ez itthoni spejznek nincs párja. Hazai volt, igen. Jó, Gábor, folytatjuk. Akkor hozz ezt a témát, jó? Jó, beszélünk. Mert itt minden második hétben valami felbukkan, ami az elmúlt 10 évet megcáfolja, majd jön egy új mumus, amit eddig szerettünk. Hát ember legyen a talpán, aki követni tudja. De akkor ezt megpróbáljuk rendbe tenni. Jó? Jó, rendben. Köszönöm szépen. És ha szabad még annyit hozzátenni, hogy nagyon sok a megkeresés a szülőktől, ugye a Menza reform kapcsán, úgyhogy szervezünk szülők akadémiáját is, ha szabad, ez is non-profit, a budafoki önkormányzattal közösen. Hát szétszedik a csávó. Benne van. Mindenben benne van. Komolyan mondom, szétszedik. És a gyermek étrend reformról lesz szó, valakit érdekel, akkor non-profit. Ezt könnyen meg lehet adni, adjatok nekik sót. Nem? Ez legyen ehető az ízeket. De tényleg, basszus, valamit csináljunk. Adjatok nekik ízeket. Ovónők, szülők. Vigyetek sót az óvodákba, iskolákba. Sok az érdeklődő és nagy a káosz, tehát igen. Há persze, ilyen például nem lehet megenni, igen. Folytatjuk, Gábor, jó? Csókoltatunk. Köszönjük szépen. Hello. 8:09, jövünk Ákos híre után. Morning Show. A legklasszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Klassz FM-en. Ha valakinek jó, akkor neki rossz. Ha valakinek nagyon rossz, akkor neki igazi eufória. Nála a véleménynyilvánítás egyfajta mánia. Bár igazából ez nem is igazi vélemény, nincs benne tény, nem is erény, csak szükségtelenül kemény. Mert nincs mögötte arc, csak felesleges harc magával és a világgal. Ő a troll. Kiről a Morning Show most mindent kitálal. Troll percek a Morning Show-ban hamarosan. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 után vagyunk, 2 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, Green Day. Itt a Morning Show-ban jó kis Green Day. Hát ettől mindenki felébred, lerúgja magáról a paplant, vagy bármi mást, amivel be van takarózva, és tudomásul vesz, hogy itt a reggel. Hát kinéztem, látványszerű hóesés. Igen, de azért eseget. Eseget, az finoman, az. Finoman. Mi volt a megállapítás, amit elfelejtettem? 3 centig látvány. 3 centig látvány hóesés, ugye? Igen, látvány. Á, de az a baj, hogy a 3-on már az autó megcsúszik. Ott már meg. Vegyük le egyet, 2. 2, azon is. Akkor 1, azon is. Mindenhol csúszik, úgyhogy mindenki vigyázzon, sok a baleset, viszont ami jó hír már, hogy Török Bálinton, illetve pontosabban az M1-M7-es Török Bálinti lehajtójánál nincs dugó, jól lehet haladni, úgyhogy szabad az M1-es, illetve pontosabban az M7-es bevezetője. Ja, úgyhogy nyugodtan menjetek arra, már nem kell kerülni. Győr kijáratánál, Óvár felé, az ÖNFA kútnál mérik a sebességet egy szürke autóból. Köszönjük szépen. Rengeteg hozzászólás Gáborhoz. 33-as főút egyek Debrecen szakaszán nem takarított. Egyes vagy, ha lamos vagy, akkor Tomány után autó az árokban, egy Alfa az úton. Ugye? Skorpió Cica Mica küldte ezt nekünk. Alfa van az úton? Az Alfa az árokban? Ő bírja, nem? Az Alfa az úton van. Az autó van az árokban, egy Alfa viszont megy az úton. Ugye? Lehet, hogy az Alfás integetett egy másik Alfa, és ahogy elengedte, akkor ment, akkor megtörtént a baj. Igen, de mondom, integetni. Az Alfa az úton. Sopronban rettenetesen havazik, vigyázzon mindenki. 62-esen Fehérvár előtt full kontroll, 8 rendőrautóval vannak kint. Vigyázzatok. Győr irányában, Komárom után 2 autó ütközött, torlódáson üzente Gergő.
aztán trafiszolnokon a Kertész úton befelé, M1-es autópálya Bábolnánál BMW rommátörve, valamint 38-as főút Nyírtelek táblánál kisbusz az útszérén oldalra borulva, szervek még sehol. Ezt Mikey küldte nekünk, köszönjük szépen. Keresem a szavakat, hogy hogyan köszönhetném keresem a meg. Keresem a hangot, igen, ezt is keresem, hogy a szellemi nagyságodat és a jövőbelátásodat, amelyel 10 000 forintot sikerült az enyészetnek átadni a 20-ból. Igen, hát ugye természetes, most a napok óta játsszuk ezt, hogyha lenne 20 000 forintunk, és ezzel játszanánk, akkor mi történne? Hát ugye 2800 forintot kaszáltam a tegnapi napon, vagy kaszáltunk, akkor legyen a többes, ez a Radvanska Bucsárd, nem tudom, hogy mondják a embert, 2800 forint és a Verdaszkó Sella mérkőzésen, amelyre Verdaszkó neve mellé 10-est bebigyeztettem a 20-asból, ezt itt sikerült ott is hagyni. Na mi jó, történt, jó. Mester? Mi történt, mester, és hogy jövünk vissza? Visszajövünk. Megtesszük Wawrinkát, kicsi az ott, de megtesszük. És Verdaszkó ugye elfáradt a Nadalos ötszet ellen. Én azért ezt jeleztem az elején, hogy egy nagy ötszetes után vigyázni kell, de te megtetted, nem hallgattál rá, hogy ne hogy ekkora hülye vagyok, mondtam, hogy Verdaszkó azért Nadallal ötszetet játszott, elfáradt, az ilyen nagy meglepetéses meccsek után általában a következő fordulóban a nagy meglepetést okozok. Azt mondom, hogy olyan vagy egyébként, Feri, tényleg, amikor ilyen nagy tétekről van szó, hogy mint lehúzod a rolót, egyszerűen nem veszel figyelmet, vagy nem veszel tudomást ezekről a figyelmeztető jelekről, amiket Balázs így odaugrott elét, kitárta a kezét, hogy ne rohanj a szakadékban, ne, mit csinálsz, észnél legyél, gyerekeid vannak, te pedig csak mentél, átgázolva rajta és föltetted. Maradék játékpénz dob föl gyorsan Wawrinkára, jó? Hát most? A maradék játékpénzünk az fönt van, Lópezen. Hát azt mondtad, az volt a másik, López Pella. Hogy állunk López Pella? Hát úgy, hogy 7-6-6-7-7-6-6-7, és most 3-3. Döntőszett van, és 3-3. Azt én nem tudom, mit jelent ennyi ez a 3-3, de igen. 7-6-7-9-4-6-3-8-2-9-5. Hol vagyunk most? López Pella, 3-3. López Pella az döntőszett 3-3. Búcsúz el attól is. Ez marha jó. Nagyon jó. Akkor viszont vége a játéknak, mert a 20-as játékpénzünket azt el is sörítjentettük el a kis mókára. Azért mondom, hogy jó. Wawrinkára gyorsan dob fel, ami duplázni kell. Duplázni kell, hogy most 40 ezelőtt, most 40. 40-nel kell beszállni. Értem. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó. 2008-at nyertünk, egy 10-esünk még bent van Lópezen, de nagyon-nagyon az is bukdácsol, és egy 10-est veszítettünk, ha ugye játszottunk volna. Figyelj, én nem tudom, emlékszel, volt ez a korábbi témánk egy pár megszólalással ezelőtt. A lúzer? Nem, amikor az apuka írt egy nagyon kedves levelet a gyerekének. Szerintem ezt kérd el, vidd haza, másod ki az adásmenetből, és majd akkor légy szíves a Somának is, meg a Pannának is jelsz, hogy most egy picit pauza, behúzzátok egy kicsit a fejket. Apa elvert egy 20-ast. Apa óvatosan játszik, de ez csak játékpénz természetesen. Nincs igazi, ez csak egy kis adat. Ez csak úgy a fejben megy, hogy meg tudjuk-e fialtatni azt a 20-ast, ami nincs, nem létező pénzünk. De holnap vissza tudnám neked hozni. De pedig. Ne, de azt nem tudod, ami nincs, azt nem lehet visszahozni. Ami eltűnt. A Roger, Nishikori, Dimitrov, Djokovic, Seppi, Dominic Thiem, tehát holnap jó meccsek lesz. Egy aranybánya. Ugye holnap egy csomó pénzt tudnak keresni, Feri, de hát sajnos ma elment az összes. Na. Szuper. Na jó van. Jó, kontrollált formában tudod, hogy semmi probléma nincsen szerencsjátékokat. Bár így, hogy... Ez csak van játékpénzed. Játékpénz, gyerekek. Na figyelj, mindenki, aki játszana velünk hármasugrást a következő órában, mert mutatjuk, mi a beugró. Ez a beugró a hármasugráshoz. Sűrű volt. Szép. Ahol leesett az olló. Ez kemény volt. Nem is mutatjuk meg még egyszer. Most egy kicsit nehezítünk. Jó, kettő darab dal, kettő darab előadó. Ezt küldjétek nekünk SMS-ben. Mi pedig jövünk a hírek után, és a múlt héten indult rovatunkkal folytatjuk, ami ugye mindig csütörtökön van az utolsó órában. A troll percek jönnek. A troll percekkel. Egy vadonatúj rovatról van szó, múlt héten csináltunk belőle egy próba adást, és ez nagyon jól sikerült. Nagyon jól sikerült, nagyon szerettétek, úgyhogy ezzel jövünk majd. Ákos hírei után, 7 perc pontosan, 9 óra. Morning Show, Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Ha valakinek jó, akkor neki rossz. Ha valakinek nagyon rossz, akkor neki igazi eufória. Oh my God!
Nála a véleménynyilvánítás egyfajta mánia. Bár igazából ez nem is igazi vélemény, nincs benne tény, nem is erény, csak szükségtelenül kemény. Mert nincs mögötte arc, csak felesleges harc magával és a világgal. Ő a troll, kiről a Morning Show most mindent kitálal. Troll percek a Morning Show-ban hamarosan. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Hello. Nyugalom. Visszaosszuk. Jó, semmi gond. Nincs mi aggódni. Jók leszünk. Már tudom, hogy mire tesszük föl a játékpénzeket. A virtuális pénzeket, aha, ami ugye a kísérlet megmutatja majd, hogy több lesz, vagy, amikor elindultunk, mint amikor az Ausztrál Open végére érünk. Hát, ha most Lopez behúzza, akkor van pénzünk. Akkor van pénzünk. És te az egészet tett föl arra, amit mondok. Az egészet. Aha. Illetve van most 2800 forintunk a 20-ból. De ha Lopez behúzza? Akkor 13500 meg 2800, az 16000. Tehát majdnem az alapnál vagyunk, hát, és az egészet tett föl arra, akit mondok. Így van. Én jó? Azt mondom egyébként, Feri, hogy tényleg, én hallgatnék a helyedben. Ha, jó, csinálom, én hát most ez nem az én kísérletem. Cool Mediator Balázs. Előbb-utóbb, ugyan ki lesz már kapcsolva a telefonja, nem fogod elérni, de soha most többet. Egyelőre még azért szerintem még vissza tudja hozni. Igen. Nagyon jó a dumája. Jön majd még egy utolsó e-mail, hogy arra gyűjt a srácok, többet nem tudok jönni a műsorba. Benny beteg, nem jó érek lesz rá. Csak jelzem, csak jelzem, hogy Lópeznek egyébként meccslabdája van. Mondtam Ferinek, hogy tegye meg Lópeznek ebben a pillanatban meccslabdája van. Tehát nem mondok azért kétszer, nem? Még meccslabdája nem volt. Nem csak volt neki. Csak a szetlabdája, vagy mi az? Minden. Teniszlabdája. Tehát most, ha megnyered López, az egészet tett föl egy női versenyzőre. Így nekem jót mondok. Keresd meg Tímea Bacsinszkit. Bacsinszki Timi kezdnek. Személyesen? Így nekem. És tedd fel az egészet. Ugye? VTA biztos abban van, mert így V, van. Mint woman. Bacsinszki. 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 1.45-öt ad most Bacsinszki. Tedd fel az egészet Bacsinszkire. Várjál még ezt elő, de ezt meg kéne nyerni. Nem. Fogd az egészet, és tedd fel Bacsinszkire. Bacsinszkire. Egyébként egy magyar származású svájci teniszezőnő. Tényleg? Igen, Bacsinszki Timinek hívják, így van. Igen. Hát, és nagyon ügyes. Így van. Kész Evert és Evert Krisztina. Volt. És legyen is az. 40-30. Még egyet beüt, akkor meg vagyunk? Egyet beüt, akkor Lopez megvan. Így van. És utána az egészet gyorsan vedd ki, és tedd fel Bacsinszkire. Bizony. És hogyha ezzel megvagy, akkor tedd fel Martina Navratilovára. Alias. Őt kereshetném még egy darabig. Navratilova Mártonra. Így van. És egyébként. Keresd meg Szabatinit, és tedd fel az egészet Szabatinivel, illetve Steffi Gráfra. Így van. Ó, Isten, de. Csak mondom, alias Graf Stefania. Csak mondom, Steffi Graf egyébként úgy lett nagyon sokszoros Grand Slam bajnok, hogy nem volt. Hogy az apja könyvelt. Nem. Nem volt pörgetett vonákja. Nem mondom. Nem volt pörgetett vonákja. Nem volt neki még az se. Nem volt neki még az se, elhagyta. Nem vettek a szülei, vagy hogy? Nem. Csak nyesett vonákot. Nem volt. Nem tudott. Nem tudott rendes vonákot ütni. Azért az egy nagy hátrány. Azt van, biztos. Így van. Aha. És mégis. Nem tudta megtanulni? Nem akarta. Nem akart. Nem kellett. Nem. Most képzeld el, ha az is van neki pörgetett fonákja, hát akkor... Úgy bárki tud. Így volt a nagy szám. Jó? Tehát Szabatinit keresd meg. Ad és stúdió is játszik. Az Agassi az például úgy iszlalta fel egy kicsit a nyugdíj alapját, hogy rácsörgött a Norvi. Ki szállt? Meg vagyunk? Jelzem, hogy mondd belé szíves, hogy mi az eredmény. Meg vagyunk? Mondd belé szíves. Nem tudom, hogy mi elvették. Szomorú, a piros sapkás csávó szomorúan bandugol a pályán. Látod? Azt látom. Mondd meg légy szíves, hogy mit nem mondott Balit? Hogy Lopez lett egyen. Piros sapkás csávó, ez egy Limp Bizkit koncert. Mi lett a meccs végeredménye? Nagyon jó. 6-4 lett. Igen? Hát azt mondja a passzus. Akkor mondom neked, ugye? Most mit nyertünk? 3500 forintot. Játékpénz, Bacsinszki. Várjál. Tedd meg Bacsinszkit. Most van összesen, akkor... Tedd meg most Bacsinszkit. Várom, hogy bekapjuk előbb a lóvét.
13500. Bacsinszki. Azért vagyok ilyen lassú, mert papíron vezetjük, tehát mi ezt nem játszunk. Nem, ez most csak, csak egy, ez csak egy vicces. Komolyan mondom, ez az egész tényleg egy pókerarcok, egy Ocean Eleven, egy passzik. Hát, de én csak így nézem, és hát ez kérdezik. Lehet engem ostorozni, lehet engem bántani, lehet engem megmarni. Így van, és itt pont. De jelzem, finoman, hogy beváltak az eredményeim. Egyébként azt nem értem, hát hogy Bacsinszki miért nem kezdi el, mert hogy negyed hétre van kiírva Annika Bekelen, a híres Annika Bekelen, és Bacsinszki egyébként nem akar pályára jönni. Azért, mert Feri ellene tett. Nem tettem. Addig nem jön. Na, figyelj, ott mondom, 20 ezer játékpénzzel kezdtük el, van egy bukottunk, igen, és két nyertünk. Igen. Jó. 16.100-nál vagyunk. Nem baj, most, nem, most nem, a, nem a 20 ezeren fölül, aha, érted? Igen. Alatta egy picit. Ugye? Igen. És a Ferrer Hewittot tedd meg a Ferrerre. De me, most akkor melyik? Igen, nem, most az egészet tedd fel Bacsinszkira. Bacsinszkira. Jó. Most még nyeretjük, a második hétben fogjuk vele elveszítetni. De ez most a te pénzed is. Hát azért hello. Ez az én presztízsem. Nem, bocsánat, a te pénzed az én presztízsem. És azért engem a presztízsem nem érdekel. De azt vesztem fel. Viszont a te pénzed, hogy elbukod, az igen. Egy jó poénért bárkit odaadok. Az biztos is. A saját presztízsemet is nem érdekes, csak legyen humor. Hewitt nem nyeri meg Ferrer ellen szerintem. De az most minket nem érdekel. Na. Aha, tehát Bacsinszki, arra fogok most fogadni, amely mérkőzés reggel 6 óta nem kezdődött el, jól értel? Egyet volt kíván, nem értem, hogy miért nem kezdődik. Majd idővel, jó. Lehet, hogy még a Navratilova játszik. Azon a pályán. Na, te minek körülsz? Mi? Te minek körülsz? Mindig a harmadik körül a legjobban. Én vagy ilyen mondom. Én örülök legjobb. Az összes fogadásunkban az van, ne, ezt nem érzed, hogy a Jani itt ül és kuncog rajtunk, és ezért az, hogy kuponnal nem lehet fogadni, így ugye nem tud. Ő nem tud ebbe beszállni, mert nincs kis kegyet kupon, meg nem tudom milyen kupon, érted, azzal nem lehet. Na, új rovatunk jön, ugye? Igen, nagyon szeretjük, nagyon kedveljük. Úgy, a troll percek. Már is belevágunk. Ha valakinek jó, akkor neki rossz. Ha valakinek nagyon rossz, akkor neki igazi eufória. Így írtok ti, troll percek a Morning Show-ban. Hát ha valaki... Hát ha valaki múlt héten nem hallotta. Ugye a kommentelőknek szeretnénk mi néhány percet szánni, akik hát valójában igazi trollok, tényleg arctalanul bántanak és marnak meg mindenkit úgy, hogy semmiféle tekintettel nincsenek arra, hogy kit bántanak, milyen eredményei vannak, jogos-e a bántás, megérdemli-e vagy nem. Írnak, kommentelnek, és hát mindenkit szana szétszednek. Így ugye könnyű, és ezzel szeretnénk egyben megmutatni azt, mármint magával a rovattal, hogy hát kik ők. Kik ők mit írnak, hogy írnak, most egy picit rájuk világítani. És azért egy csodálatos lét lehet ez a trollkodás, mert hogy nem tudsz olyan hírt mondani, amihez ő ne tudna rosszat írni. Ugye pont azt beszéltük a múlt héten, hogy talán a Mihelis Norbi volt az egyetlen a múlt héten. Tévedsz, mert már ő hozzá is Már jött. Ő is kapott? Már ő is. Na róla mit írt például? Hogy valami, a tehetségét kezdték, már nem emlékszem pontosan, ki akartam másolni, csak jól elfelejtettem a dolgot, de az a lényeg, hogy rúgtunk egyet, mert hogy mi az, hogy csak ennyi év után lett ő gyári csapatos. Ezt írta az okos. Érted? Hogyha igazi tehetség vagy, akkor egy év után elvisznek. Így van. Ugye tényleg ők azok, azon állatfaj, aki, tehát ha valakinek jó, akkor ők szenvednek, ha valakinek rossz, akkor tényleg a mennybe mennek, imádják, és még egy kicsit azért jobban megbántják, és belé törlik a lábukat. Ezért mi ebben a rovatban mindig összeszedjük a számunkra legizgalmasabb hírek, legizgalmasabb kommentjeit, mint egy bemutatva, hogy hát mit is érdemelnének ők valójában. Na, nézzünk egy kettőt. Például itt volt, ugye, felröppent egy hír, hogy Németh Lajos, ugye, hát abba hagyja az időjárás jelentést. Aztán ez kiderült, hogy kacsa, de hát azt gondolná az ember, hogy a légynek nem ártott, kedves, aranyos, és szerethető. 65 éves, ugye, a Bors lehozta, hogy szeretne egy kicsit pihenni, a családjával tölteni az időt, és ehhez a nyugdíj tűnik a legideálisabb megoldásnak. Semmi bántó, semmi rossz nincs ebben a hírben. Nem egy megosztott személyiség, imádja a családját, ez is kiderül a hírből. Egyébként pedig tényleg már letett valamit az asztalra, tehát nem csak egy egyszerű felkapott, nem csak egy mondva csinált meteorológusról van szó, hanem egy olyan emberről, akinek ez a szakmája. Így van. Állítólag a lapnak egy TV2-es forrás megerősítette, hogy mondván egyelőre nincs semmi változás, 18 év folyamatos meló után Németh távozik, a helyére már keresik az utódot. Hát most, hogy ez igaz, vagy nem, mert ezt azóta cáfolták, nem tudjuk. Na de nézzük, mit írnak egy ilyen árthatlan hírre kommentelőink. A magyar ember, a
aki nem azt mondjuk, hogy a nagy átlag, mert talán ennyire nem rossz indulatú a magyar ember és a nagy átlag, de a kommentelők azon akcióba léptek, és hát véleményezték a hírt. Van egy régi magyar mondás, írja az egyik kommentelő, az egyik troll, mely szerint mindennek megvan a maga ideje, mint tavasszal a pitének. Azt hiszem 65 évesen már el kellene menni unokázni, mert vannak hátul sokkal fiatalabbak, akik szeretnének végre dolgozni. Őket nevezik utánpótlásnak, itt lenne már átadni a területet. Menjél nyugdíjba minden területet. Menjél nyugdíjba. Nem baj, Lajos. Mi, akik itt a jelenben mindig szeretük volna, ha eltaláljátok, hogy a jövőben mikor esik az eső és mikor süt a nap, nem haragszunk, ha a nagypapásat szeretné játszani, és a feltörekvő géniuszokra hagyod az idő el nem találását. Igen. De van egy kis keserűség. Persze, de itt általános, az egész meteorológus szakma kapott egy hatalmas pofon. Egy újabb troll, aki kiélte a lelki sivárságát Német Lajos kapcsolatban. A vörös műmellőt sem ártana már lecserélni ezúttal. Na, tök jó. Csak így. Igen, ez egy tipikus orrás, hogyha megfigyelitek, meg olvassátok ezeket a hozzászólásokat, hogy igazából ő mondjuk ebben az esetben, ugye Gálnói Emére van valamiért kibukva, de neki ez pontosan elég apropó volt, hogyha valaki valahol beírsz egy metrológus, na ő már rögtön ír egy... Át tudja kötni. Így van, rögtön. Ugye, és tovább löki. Aha. Igen, nagyon nem is jó. Persze. Jó, oké, köszönjük szépen a hírt, de ott van rohadjon meg. Ez fáj neki a legjobban. Igen. Következő. A Saul fia elnyerte az amerikai filmkritikusok díját. Annak sos labda. Ugye? Tehát, hogy abszolút magyar siker, Nemes Jeles László folyamatosan gyűjtik be a díjakat, és lehetne örülni, hogy a magyar filmgyártás, a filmkészítés újra felkerült a világ térképére, ugye Arany Globusz, amerikai filmkritikusok, Oscar jelölés, hát olyan magasságokban vagyunk, hogy tényleg csak büszkék lehetnénk rá. És megjelentek kommentelőink, akik elkezdték kommentelni a hírt, hogy a Saul fia elnyert az amerikai filmkritikusok díját is. Jaj, de unom már, írja. Na, unom a sikert. Igen. Igaza van. Unom a sikert, és a jó hírét viszik Magyarországnak, és egy magyar rendező és egy magyar stáb megnyerte ezt az egyébként nagyon szép kis díjat. Jaj, de unom már. Még jó, hogy az aranylabdát nem a Saul fia nyerte. Érted? De tényleg elképesztő. Közben ez egy közös siker. Minden szakmai díjat úgy is besöpör. Csak a közönség fog hiányozni, de nagyon. Nálunk csak akkor telnének meg a mozik, ha visszaállítanák a katonaságot, és beterelnék őket a fő és középsulisokkal együtt kötelezően megnézni. Egyébként itthon ez senkit nem érdekel. Írja egy másik. Csak én halkan jegyzem meg, hogy én úgy emlékszem, hogy egész jó nézettsége volt ennek. Igen, a filmnek. Hát szeretik. Hogy ne? Több olyan közönségfilm is van, amit sokkal kisebb nézettséggel. Kevesebben néztek meg. Egy másik kommentelő is megmagyarázta ezt, hogy mégsem a rendező érdeme és a csapat érdeme, az operatőr, a színész érdeme, hanem miről van itt szó? Azok a kritikusok is zsidók. Ja, ennyi. Ja, vagy bérenceik. Tehát, hogy véletlenül se azért nyertünk, mert megérdemeljük, vagy mert jó. Zsidók és zsidó bérencek. Igen. Egy másik kommentelő, aki szintén beletörölte a lábát ebbe az egyébként nagyon szép hírbe. Ez nem magyar siker. Ez zsidó érdem. A mi pénzünkből. Aha. Szóval egész egyszerűen elképesztő. Mi lesz, ha megnyeri az Oscart? A gyűlölet áradat. Képzeld el, hogy mi lesz akkor. Adtak magunknak egy díjat, Feri, mi lenne? Igen. Hazajönnek az Oscar átadóról, ez megölik a srácokat. Meg. Egy része az országnak nyilván egy része, aki nagyon büszk rájuk, persze. Hát hova? Haza? Miért jönnének ide? Izraelbe fognak menni, Feri? Mert ilyeneket fognak írni. De igen. Nemes Jeles László pont azt hiszem talán az Urániában tartottak egy sajtótájékoztatót, ahol megkérdezték erről az össznépi áradatról, gyűlölet áradatról, amit kiváltott ez a film. Itt mondta, hogy egyébként nem érti. De nagyon jó dolgot mondott, azt mondta, hogy ez olyan, mintha egy hangversenyből egyébként kivennénk a köhögéseket, és csak azt hangosítanánk fel, és azt hallgatnánk, milyen frappáns. Nem, hogy ezzel nem kell foglalkozni egyébként, milyen jól mondta. De hogy közben pedig rommá nyernek mindenhol mindent, nem? Magyarország is ezt kapják. Na nézzük a következő hírt, mit írtak még kommentelőink. Király Viktor volt szó, akiről lejött az a hír, hogy egyébként nem fenékig telj fel az élete az USA-ban, nem lett multimilliós Amerikában, egyelőre késik a karrier, és hogy saját magának termeli ki az albérletet, és hát bizony vannak megélhetési gondjai. Tehát még csak nem is arról szól a hír, hogy mekkora sztár lett, és mire van irigykedni, hanem hallott, hogy most még nem megy neki. Azt gondolnád, hogy kommentelőink megszánják, és buzdítják egyébként az elért sikerek hogy után, baj, hogy hajrá, Viktor! Viktor majd beérik ilyeneket, tudjuk, hogy így a vajas kenyér vagyunk rá. Így van, nem, jó, de majd lesz abból még bérszint. Megérkeznek kommentelőink, és információval látják el.
az a kalap minek a fejére, mint egy sült paraszt a mezőn. Úgy néz ki. Jó, igen, nagyon jó. Következő kommentelő csak ennyit tudott hozzáérni. A szaré nem fizetnek. Na. Ez a ratyi tele van lével, és az apja is. Úgyhogy én is csinálok karriert önerőből, ha meg tudom csinálni. Hol lehetne mindezt megtenni? Aha. Kérdezi a kommentelő. Gyere haza, van itt még mit lopni. Ott már nem terem neked, babér. Mire egy másik kommentelő? Na most sajnálom, kellene? Na akkor lehet hazajönni közmunkásnak, és megélni 60, megélni 47 ezerből. Kis, igen, kis. Tehát, hogy nem sikerül neki, nem jött össze, de azért bántsuk. Bántsuk továbbra, és elképesztő. Elképesztően tanulságos. És az utolsó van. Az a tényleg a saját nyomorod. Abszolút, ugye, az a gyere haza közmunkásnak, mert ő nem, nyilván nem közmunkás, hanem, de mondjuk nem keres sokkal többet, és egy picit azt elmondom, hogy akkor gyere haza és élj. Tehát te tehetséges vagy, kimentél, megpróbáltad, rohadj meg, gyere haza és éljél úgy, mint én. Nem az van, hogy én is megyek, már nem ki az országból, hanem elindulok az utamon, és keresek valamit. Hát te is gyere vissza, azt rohadjál meg itt velem egy. Igen. Egy utolsó, ami abszolút pozitív, 9 hete hozta világra kisfiát Tatár Csilla. De ezt már szeretem az írt. Ez már szeretjük. De visszatér a képernyőre, gondolkozik azon, hogy részmunkaidőben egy-egy órát elvállaljon, otthon van a gyerekkel, de egy kicsit dolgozik, egy kicsit visszamegy, tehát nem egész nap hagyja ott a gyermeket, ezt ő lenyilatkozta, hogy nyilván szeretné megtalálni az egyensúlyt, és egy picit dolgozik, de sokat lenni a gyereke, ártalmatlan hír. Teljesen, érezném, hogy megint egy ember, akit nincs miért nem szeretni. Igen, tehát nem tett semmit senki ellen. Van segítsége, kicsit dolgozik, utána ott van a gyerekkel. Megérkeztek kommentelőink, nagy részben lányok vagy női névvel beregisztrált olvasók egyébként. Tehát csajok ütik a csajt? Igen, aha. Igen. A cikk arról szól, hogy milyen jól néz ki szülés után, csinos, és hogy hát nyilván szeretné megtalálni az egyensúlyt a gyermeknevelés és a munka között, amivel az ég egyet a világon semmi baj nincs, nem? Persze, nem arról szól, napi 24 órában otthon hagyja, egyedül hagyja a gyereket, hanem megpróbálja majd összeegyeztetni. Ki nem szarja le, hogy nézel ki? Nagyon jó. De miért kommentelsz be, ha nem érdekel, hogy tudod. Ki nem szarja le, hogy nézel ki 9 héttel a szülés után? Miért nem a gyermekeddel foglalkozol? Annyira oda volt a gyerekért, most meg azonnal vissza akar menni dolgozni, ez nem erről van szó egyébként a cikkben. Szégyelje magát. Másik kommentelő. Hamar otthon hagyja a gyereket. Hamar otthon hagyja a gyereket. Pedig azt a cikkben biztos kell neki a pénz. Szarcs érdekel, hogy néz ki. Még az is benne van egyébként, hogy ugye, ha visszamegy dolgozni, akkor ilyen lesz pihenő szobája, meg csinálnak neki, hogy a gyereket is ő be tudja vinni, ha akarja. Igen. Nekem nem hiányzik Tatár Csilla. Szerintem totál halvérű, és nincs egyénisége. Unalmas és nem szórakoztató. Még csak nem is megosztó. Miért kell őt erőltetni? Írja egy másik kommentelő. Újabb, Mária névre hallgató. Annyira sipákolt a gyerekért. Az első házassága is azért ment tönkre, mert nem lett gyereke. A benfentes. A benfentes kategória. Aki mindent tud. Most meg 9 hetes gyermek mellől gyorsan azonnal visszamenni dolgozni. Ez nem anya. A gyerek csak díszlet nála. A kutya meg a bacska is többet törődik a kölykével. Egyébként nem biztos, hogy érdekel, hogyan is néz ki. És érted, nem érdekli a cikk, nem érdekli a hír, de egy ilyen négy oldalas kommentelére. A gyerekkel meg való bánásmódját. Biztos, hogy nem úgy néz ki, mint egy szoptatós anya. Biztos, hogy nem eszik. Biztos, nem hogy nem eszik, hogy legyen teje, és a gyermeket táplálja. Anya az ilyen? A legaljasabb, tudod. Igen. Nem vagy magyar anya, mert nem szoptatsz. Igen. Talán a babájával kéne foglalkoznia. Valakinek a csókosa azért jött vissza. Hát, imádom gyerekek, tényleg. Miért ennek a gyerek, miért ennek a gyerek, na igen, minek ennek a gyerek, na ezt magyarázza meg ez az idióta. Tehát a tanulságos ebben az, hogy nem, nyilván nem az, hogy alá kommentelnek, hanem hogy micsoda hullám, micsoda gyűlölet, micsoda utálkozás. Elképesztő. Nem? Megdöbbentő, hogy egy teljesen ártalmatlan hír egyébként. Mindenki akkor megy vissza, úgy megy vissza, és azt csinál, amit akar, ettől nem jó vagy rossz anya. Mindenki eldönti, plusz hogy mit vállal, mit nem vállal. Plusz már itt képzelgések vannak arról, mert nem tudjuk, hogy Tatár Csilla szopta-e vagy se. Igen. Érted? De ő tudja. Feri, most miért mondod, ő tudja. Ő tudja, olvasta, látta, hogy egyszer nem szoptatta meg. Ő tudja, mert ismer valakit, aki nagyon jól ismeri őt, aki nagyon sokat szokott beszélgetni a Csillával, és a Csilla mondta annak a valakinek, akinek a nevét nem árulja, de ő ismeri nagyon jól. Ez a legszebb. És akkor vannak a kis izék, hogy az első házasságod az azért ment tönkre, mert nem volt gyerek. Ez meg most azért fog tönkre menni, mert van. Így van. Ja. Honnan tudod? Elég legyen annyi, hogy tudom. Igen. Igen.
Jó, hát nem szabad ebből azért azt a következtetést levonni, hogy ilyen ország vagyunk, és egy össznépi gyűlölet áradat van nyilván, de azért ez tanulságos. De hát a trollok, a kommentelők azért az egy külön állat. Jó, hogy egy gyors találós kérdés belefér. Kiről van szó? Cox Lady hazatért. Jobb lenne, ha nem itthon lenne neki az otthon, szedje a cuccot két marékkal máshol. Loser férje meg annyit ért az úszáshoz, hogy stopperrel sétálgat a medence szélén, és vörös fejjel üvölt, ha valami nem tetszik neki. Na, kiről van szó? Hosszú Katika. Ugye hosszú Katika. Visszatér egy ausztini pénzdíjas versenyről, ahol egyébként nem mellesleg három aranyérmet nyert, és ez egyik egy olyan versenyszám, ahol az olimpiai bajnokot a regnálót győzte le. Igen, az olimpiai bajnokot. Három aranyéremet ért vissza Osztiból. Csak még egy-kettő. Hogy mit írna? Ugye büszkének kellene, hogy legyünk. Aranyakat nyerünk. Igen, világsztár ismét. Egy hír, ugye, van most vele kapcsolatban persze, hír. De ez nem a sportról szól. De ez nem a sportról, és nem az ő érdeméről szól. Mindenhol megnyer nekünk, magának, az országnak mindent, amit lehet. Kommentelő. Nem szeretlek már. Drukkolok neked, hogy sikeres legyél az életedben és az olimpián természetesen, de megutáltalak. A férjedet még jobban. Írj egy kommentelő. Másik kommentelő visszatért ugye az ausztini pénzdíjas versenyéről, pedig akár maradhatott is volna. Gondolom ég a pofája azért, amit tett, ezért nem mer részt venni, csak elküldi anyucit. Remélem nem is díjazzák. Persze valahol megértem, hogy meg kell termelje a szövetségnek visszautasított milliókat, ezért jár egyik pénzdíjas versenyről a másikra. Csak ez így ingerkeltő. Írja egy másik kommentelő. Ő egy igen eredményorientált pénzéhes modern sportoló, aki könnyen átlép embereken, mintha ismerni ő a benfentes kategóriát. Igen, de itt a pénzéhes és zárás a zárójelben van. Tehát megmagyarázza, eredményorientált, mintha a kettő között lenni összefüggés. Szokásos határokon téren is átlépő időben mindenki. Csak éppen nem szimpatikus sem a fizimiskája, sem a megnyilvánulásai. Aha. És ez sajna hosszú távon vissza fog ütni a reklám bevételeire. A benfentes szaki, aki egyben tudja, ugye? Tökéletes. És hát ugye azért azt tudjuk, hogy Hosszú Katinkával kapcsolatban korábban is voltak, ugye a sikerei kapcsán már mindenféle megnyilvánulások, most meg ugye van ez a csörtek közt és a Magyar Úszó Szövetség között, és hát azért valljuk őszintén, hogy mi egyszerű hétköznapi emberek, akik mondjuk így a médiából szerezzük az információinkat, pont annyit tudunk erről az esetről, mindannyian, ami nagyjából, hát ami nem elég az újságok, a vélemény, ami azért kevés ahhoz, hogy tudjuk, hogy valójában itt a háttérben mi történik. Hát de ő most a magyar zászlót tiporja két lábbal. A férje meg nem is beszél. Na, tessék. Menjenek vissza haza Amerikába. Ott van nekik a otthon. Igen. Na, jól van. Hát én szeretem azért ezt a rovatot. Vicces ezeket így elolvasni. Igen. Reméljük, hogy azért nyilván mondhatjuk, hogy nem az egész országra jár. Persze, hiba is lenne azért így általánosítani. Játszunk, itt van a hallgatónk, és hármasugrás, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok, Balázs Feri, én Gábor vagyok, Dunajvárosból. Szia, Gábor! Hello. Gábor, mit hallottunk, mi volt a mix? Volt Eros Ramazzotti és Coldplay. Köztük. Tőlem lehetett. Ti hogy vagytok ezzel? Igen. Abszolút jó. Zsűl megébredt, igen. Abszolút, így van. Nagyon jó. Egy napon születünk egyébként, Balázs. Igen? Július 18. Komolyan? Nem emlékszem rá. Hát de menj kórházért. 8 évvel később születtél? Igen. 85-ös vagy? Igen. Nem. Hát, és mindjárt 10, és mindjárt 10, és még mindig vág az agyat. És még mindig annyira penge vagy. Annyira penge reálból. Akkor te is rák vagy? Persze, ezek szerint igen. Nem lehet, hogy ezt is... Nem már. Basszus, de nem, és még ez a térjelős. Oda teszi magát. Na figyelj, milyenek a kérdések, Jani? Hát szerintem, de most közepes, nem annyira könnyű. Mehetünk? Hát próbáljuk meg. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Milyen állat ivartalanított hím egyedét nevezik ürünek? Ürünek? Ivartalanított hím egyedét? Uh-huh. Ürű. Ürű. Hát nem tudom. Marha talán? Nem. Ez a juh, vagy birka. Juh. Ó. Hát, nem baj. Akkor az most egy rövid játék volt, annyira nem vagyok otthon ezekben. Igen. Ezért rövid volt. Állatias dolgokban nem vagyok otthon. Gábor, köszi. Köszönjük. Köszönjük. Ciao. Hello.
Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nyitsák be a hármas ugrást. A nem nyerő. Igen. Egyébként tényleg. Igen. Na mi van a Bacinszkivel? Elkezdett játszani? El. Föltetted? Föltegyem? Tegyed. 16.300 forint. Játékpénz minden Bacinszkira. Pakold az összeset, tesó, pakold. Tessék rajta. Ha elbukjuk, akkor nullán lenulláztuk. Ugyan? Most jön az a duma, hogy bíz bennem, hiszen eddig is van eteltünk. Megyek előtted, ott vagyok, mutatom az. Aztán pedig majd Bacinszki. Szóltam, nem figyeltem. Fél tíz múlt, pontosan 3 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40 lesz, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Olyan vihar jön állítólag a keleti partokán az Egyesült Államokban, ami benne lesz a történelem. Óriási hó és szélviharok készülnek, hatalmas vihar közeledik Washington felé. Ettől északabbra fekvő nagyvárosokra. És kevésbé érint minket, csak érdekes, hogy nagy megérkezett a tél. Milyen érdekes, hogy akkor Amerika nem, hogy egy országon belül sielsz, napozol, meleg van, hideg van, minden, nem? Hát mint egy földrész, hát nagyobb, mint Európa. Elképesztő. Na, akkor nagyon komoly. Mik annak? Elképesztő. Ugye, hogy megnőtt. Dolgok van a világon is például. Hallottátok, hogy a Holdra léptünk? Ne. Ember a Holdon. Ne. Hova? Elképesztő. Mutatjuk, miről is van szó, miről is lesz szó pontosabban, illetve nem, egyik se jó, nem, szép ott valami. Miről volt szó? Ez az. Hiszen ez a best of. De segítség nélkül megtaláltad a helyes szót, és ez szerintem megint azt hiszitek, gondolom, hogy 3-4-10, és már elkezdek kiengedni, de nem, még mindig itt vagyok. A nap legjobb pillanatai jönnek. Beszélgettünk egy apukáról, egy amerikai apukáról, aki egy nagyon helyes levélben válaszolt gyermeke azon kérésére, miszerint szeretett volna pár dollárt elkérni az apukájától. Az apuka egy bank nevében válaszolt arra, hogy miért nem tudja folyósítani a kért összeget. Hát szóval tulajdonképpen művészi szintre emelte az udvarja, sem határozott visszautasítást. A gyermek egyébként 6 éves volt, aki tényleg 20 dollárt szeretett volna elkérni játékra. És arról beszélgettünk, hogy mi a menete annak, hogy az ember zseppénzt adjon a gyereknek, elkezded, nem kezded, jónak gondolod, mikor tanítod meg arra, hogy tudatos pénzhasználó legyen, és milyen eszközei vannak egy szülőnek. Hallgatóink is beleszóltak a beszélgetésbe, mindenki egy picit máshogy gondolta az, hogy kell-e adni egy gyermeknek, vagy egyáltalán ne kapjon semmit. Nem jutottunk egyébként, nem. Úgy emlékszem, közös nevezőre, tehát mindenki más gondolja, de hát a világ ettől szép. Így van. És ugye szóba jött még a még mindig tartó taxis tüntetés, és az a bizonyos kis, hát nem is tudom, fogalmazvány, amit ugye a taxisok benyújtottak, hogy tiltsák be az Ubert, nem érdekel, hogy oldják meg. Ugye erről szólt, és megkérdeztük hallgatóinkat, hogy még mit tiltsanak be, mert hogy hát tulajdonképpen ők ezáltal tönkre mennek. Nagyon szellemes SMS-eket kaptunk. Nem a taxisokat akartunk bántani, senki ne értse félre. Irónia. Irónia így volt. Egy picit humorizáltunk, hallgatóink pedig szabadjára engedték a fantáziájukat, és megírták nekünk, hogy még mit kellene betiltani, és miért. Na, hát ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Tiltsák be az RTL-t, aláírás Andy Vajna. Kaptuk ezt is SMS-ben. Köszönjük. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Mindig azon gondolom, hogy ti vagytok ennyire hülyék, és a hallgatók követnek titeket, vagy fordítva? Egymás gerjesztünk. Ebben ez a jó. Ez a jó. Igen, igen. Már megszokták, hogy ilyenek vagyunk, és mi is megszoktuk, hogy segítenek nekünk, ha ilyennek kell lenni. Tehát ez egy hálás együttélés. A taxisok ne vegyék magukra egyébként, nyilván ez nem nekik szól. Biztos nem fogják. Azoknak, akik megírták azt a nyilatkozatot, kérvén bármit, azok egy picit magukra vehetik. Az nem tett jót szerintem a tüntetésüknek, hogy így írták meg. De hát meglátjuk majd, hogy mi lesz. Most olvastam, hogy egyezkednek a kormánnyal, nem is van valamilyen megállapodás. Elvileg a kormány a taxisokkal van, de mégsem tudja betiltani az Uber. Tehát egy ilyen már betiltani nem tudják. Nem kezdeményezzenek tárgyalásokat, ezt javasolja a kormány, mert hogy nem tudják betiltani. Hogy azonos feltételekkel mehessenek. Igen. Uh-huh. Igen. Tehát, hogy én ha taxis lennék, biztos, hogy már ubereznék is. Tehát tüntetnék, de közben már játszanék a másik oldalra, és ez nem lehet? Hát hogy titokban uberezem. Hát elmegyek kicsit tüntetni, és gyorsan 2 Ubert hazafelé, mert fel is veszek. Ilyet nem lehet? Le kell vennem? Igen, meg sárga autó, meg taxis rendszám. Nem tudsz. Nem tudok? Hát két kocsi. Oké. De kiderül, mit szólnak a kollégám? Hát hallottam, hogy valakinek betörték a szélvédőt, meg az Uber-es sofőröket megállították. Hú, hát volt, nincs elégszerű állapot.
az nem túl szerencsés. Na, hát egyébként alapvetően szerintem itt a kommunikációval vannak nagyon komoly problémák, mert addig, amíg hagyják azok a tisztességes, becsületes és kultúrát taxisofőrök, hogy egyes kollégák így nyilvánuljanak meg, amilyen videófelvételeket azért lehet látni fent a videó megosztó portálokon, meg amiket megosztottak különböző orgánumok, hát nehéz azonosulni vele. Hozzájuk azért oda kéne menni, a kollégák is azt mondani, hogy Lézi, állíts már le magad, figyelj, ettől nem leszünk szimpatikusabb. Persze. És meg lehet érteni valahol, persze feszültek, ingerültek, stb. De azért van egy határ, amit nem kéne átlépni, és azért egy-két embernek nagyon eldurrant az agya. Pedig sokat javult szerintem a taxisok renoméja az utóbbi években. Nagyon sokat. Hát úgy látszik, nem. Nem akarja ő ezt, vagy dolgozik. Tiltsák be Neubit a zsíros deszka. Ez volt az SMS. Hagymával. Nagyon szeretjük. Nagyon szeretjük. Nem írta alá, úgyhogy nem tudom, hogy ki volt ő, de ha esetleg hallgat minket, te vagy a naphallgatója. Éva. Ajándékcsomag nélkül. Köszönjük az SMS-t. Tiltsák be a logopédusokat, Jéka. Csabikám. Hál' Istennek senkit nem kell betiltani ahhoz, hogy mi legyünk a legnépszerűbbek, úgyhogy mindenki a kívánságműsort hallgatja. Hogy lehet valaki ennyire? Hogy lehet ennyire jó, de tényleg. Remek zenék, Csabi. Vagy már betiltottak mindenki mást. Hozom nektek Leona Lewis-t, aki 2006-ban első fekete bőrüként, vagy színes bőrüként megnyerte az X-faktort. És azóta már az ötödik lemezét készítette el, és erről hozok nektek egy klassz slágert. Szerintem Leona Lewis a világ egyik legjobb énekesnője, legutóbb még az Aranylabda díjátadón is fellépett. Ahol nem nagyon vártunk zenét. Nem nagyon vártunk zenét, és ő mégis ott volt, és énekelt. Az jó. De azt előbb bevantak a pályán, és lekísérjük. De hát az Aranylabda díjátadó gála az nem egy pályán történt. Ja tényleg, ja, de jogos, abszolút, de ott vagy, nem. Úristen, igen. Még ebbe is. De neki van kötődés a sporthoz, mert egyébként azt hiszem tavaly előtt az FA Kupa döntőjében is ő énekelte a himnuszt, úgyhogy ilyen sportos csaj. Baj van, Feri, szomorú vagy? Nekem is lesz kötődés a sporthoz. Beck Baczynszky, Ferko, az összes lóvét, ami van, dolt fel a Baczynszkyre. 4-2-re Beck visz. Megvisz 4-2-re, hát az ott az így esik lefelé, de mondta, a Beckre. Tehát, hogy nem figyeltél oda megint, tehát, hogy ő mondta azért, mit hogy... Mit mondta? Nem mondta, ne legyél már vele, ne legyél már ennyire gyaller, kérlek. Hát mondjuk ki, Baczynszkyt mondott, úgy mondta, tedd rá, amit csak van. Inget, gatyád, Janit, minden tegyél rá a Baczynszkyre. Na jó, akkor másképp mondom, Feri, nem mondta egyáltalán, te ezt nagyon csúnyán beszoptad. Na, hát legalább legyél őszinte. Érdekel, hogy mindent elhiszel, Feri. Így van. Döbbenetes vagy, azt hittem, nem teszed föl. Na, csak bolondoztam. Tényleg. Szerintem 4-2. Csabikám, jó munkát neked. Jó? Köszönöm szépen. Jó, Feri marad is nézi a meccset, jó? Szerintem. Nem fog zavarni, mert az arcával támasztani fog egy az asztallapot. Sokáig marad, de nem fog zavarni. Egy idő után ezt hallod. Meg. Az első szett az még semmit nem jelent. Hál' Isten, okay. Meg csak játékpénz. A második szett már annál többet egyébként, meg csak játékpénz. Így van. Csabi jön a kívánság műsorral 555-55-00, ez a telefonszám, mi pedig holnap 6-kor érkezünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az